Szeretettel üdvözlök mindenkit a... Mi is a címe? Hogwarts Legacy című játék harmadik részében? Igen, mert azt hiszem, hogy háromba akartam elvágni az előző résznek a vodját, de végtére is igazából csak kettő lett. Tehát egy másfél órás, szerintem meg egy három és fél, úgyhogy... Hát aki idáig eljutott a második részt megnézte, annak gratulálok, és üdv a végigjátszásban. Szerintem most fogjuk nagyjából elkezdeni úgy ténylegesen a játékot. Kicsit állítottam a grafikán, hogy most már ne a minőség, hanem a performance legyen fókuszban inkább. Perry Hottenrel fogunk tovább kalandozni. Ő egy 11-es szintű boszorka. Lássuk, Load game? Nem, konti. Hát persze. Megint mondom, folytatás gombot sokkal inkább. Kontrollerrel játszom. És itt voltunk valahol Hogsmeade-ben, ugye? Ez volt ennek a helynek a neve. Bevásároltam mindent. Nem, Taki, nem. Félreérted a bejelentkezést. A bejelentkezést ott lehet. Azt mondja, hogy kövess Netit a három broomstickbe, mert iszonyatos mennyiségű vajsört akar leküldeni a torkán. Ez az a lány, akinek igazság szerint alkohol problémái vannak, ezért küldték hozzánk. Mert senki nem akart már vele foglalkozni a Roxfordban. Ő az egyetlen ilyen tanuló, aki nem bírja leküzdeni ezt a függőségét. És gondolták, hogy na majd az új gyereket rábízzuk, aztán majd hát, ha azt tud vele mit kezdeni. Kicsit szomorú a helyzet vele, de... Mindegy, meglátjuk, jó? Meglátjuk. Azt mondtad, hogy elkapod a gyereket, amikor eljön a Hogsmeade-be. És hogy csak elterelés kellett. Én adtam neked egy elterelést. Ja, hát most néztem meg, ahogy a tanuló szétszette az elterelésedet. Mi ez a gyerek? Mit nem mondasz el nekem? Csak annyit kell tudnod, hogyha nem tudod elkapni, nem tudsz eljutni egy gyerekhez, akkor nincs értéked számomra, mondja Ranrok. Menjünk. Megláttak minket? Nem hiszem. Mit csinált Victor Rookwooddal? Ez a goblin. Ranrok Rookwooddal dolgozik? Micsoda, a goblin az újságból? Tudtam, hogy láttam már valahol. Mondja Onani. Oké, gyorsan menjünk be a kocsmába. Hiha! És akkor most jönnek majd a problémák, amikor valaki... I shall let you know if I hear anything. Elnézést, vágos a hang. Igen, ott megköszönt a goblin. Ez botrá? Itt hagytuk abba. Mit adhatok nektek? Kérdezi a férfi talán. Üdv! Igen, én állom a vajsört. Hallottam a támadásról. Transzi kocsmáros? Akkor nem bágos a hangja, hanem ilyen. Jó. De szerintem férfi, mert alapvetően nőnek néz ki. Hát ilyen még sosem történt, hogy ide trollok merészkedtek volna. Általában a barmok, amikkel el kell bánnunk azok, és nem tudja befejezni a mondani valóját. Lodgokot láttam el menni éppen. Már nem olyanok itt a kliensek, mint régen. Aggódj, Viktor, amint leléptek, a kaliber egy kicsit majd növekedni fog. A kliensekkel kapcsolatosan. Nem venném azt elő a helyedben. Ha nem kell itt a színház. Amúgy is csak ezért jöttem. Nekem torontúladásom van? Vagy miért van ekkora sállam? Szerintem nem hallottál. Azt mondtam, hogy elfoglalt a barátom. Ember azt gondolná, hogy már elég vérontás történt a mai napra. Gyere, Theophil! Már nem olyan helyez, mint régen. Vigyük el a zsetont máshová. Nem lehet örökké csak vajsört inni. Ki a fene inna vajsört egyébként is? Hát nem undorító, biztos rohadt büdös. Hát, bal szerencsés ellenséget szereztél magadnak. Vigyázz magadra.
Ezek keményebbek, mint bármilyen troll, amivel találkozhatnál. Trollok, Ranrok, meg Rookwood. Mit nem mondasz el nekem? Kérdezi Onami. Jó, megígérem, hogy elmondok mindent, de talán inkább később kellene ezt tennem. Itt tartottunk tehát legutóbb. Oké, most lenne a jó idő, hogy visszamenjünk a kastélyba. Miért? Megittük a vajsört, vagy mi? Az csúnya ott. Jó, lehet, hogy majd a Quality-re visszaállunk, vagy a Balance-re, mert most ugye performance-ra állítottam át a játékot, hogy minél fluidabb élmény legyen. Volt is egy kisebb patch most hozzá, mielőtt indult volna a játék, elindítottam és letöltötte. Úgyhogy reménykedem benne, hogy már ilyen kisebb performance issues is megoldottak, tehát hogy már kevesebb az akadozás, mondjuk a játékban jobban van optimalizálva. Rohadtul örülök, hogy Sirona ott volt. Miért cheese? Cheese? Rosszul hivatkozik rá. Remélem, hogy megmondod, hogy mi folyik itt, meg akarom érteni, mi történik, de egyelőre vissza kell térnünk a kastélyba. Weasley rohadtul halni akar majd a troll támadásról, amíg nem hallott volna. Oké. Szóval vissza kell mennünk. Ne már fast travel-lel. De nem akarok fast travel-lel visszamenni. Hát az egy játék halála, hogyha kiugráljuk ezeket a részeket. Jaj. És akkor a Roxford mapra kell felmenni, oké. És úgy látszik, hogy azt akarja, hogy mindenképpen fast travel-öljek. Melyik szoba lesz az? Jesszusom, honnan tudja, hogy melyik szoba az, várja. Ja, itt írják balra, nem? Nem. Honnan tudod, hogy hol laksz? Amúgy kicsit új vagyok még a Roxfordban. Szevasz, Milán! Szia, Prodigy! Mi a helyzet? Hogy vagytok? Menjünk a Great Hall-ba. Mi? Nem enged sehova? Hát akkor próba szerencse alapon. Előbb-utóbb csak megtalálom. Nem itt laktunk lent a focipálya mellett? Krisztusom! Miért nem zsupsz kulcsa? Azért, mert dehopponálni szeretnék. Ez lesz az. Menjünk, let's go. Ó, igen, tényleg boldog Valentin napot kívánok mindenkinek, aki azt tartja. Volt egy játék, ahol egyik nagyon cici sárusnak igazi alfahím hangja volt, idő után már csak azért sem lett javítva, hozzátartozott a Shakespeare-jéhez. Izginek hangzik. Itt van Hogsmeade-ben. Ez volt, amit elértünk. Szintet léptem? Nem. 1 XP-re vagyunk kb. A szintlépéstől. És akkor vissza kell térnem ide aludni? Wait, nem biztos. De? Ó, kaptam egy bagoly postát. Na de, miért nem láttuk a bagyot? Fig írt nekünk egy levelet. Gyere és találkozzunk, felfedeztem valamit a Lockit-ben, amit találtunk a Gringotts-ban. A Lockit az egy ilyen zárbigyó, valami, amiben beletesznek valamit, ugye? Szaladjunk le hozzá. Annyira kis izé chill. És olyan kis szép mozdulatai vannak, olyan igényesen van megcsinálva, nagyon tetszik. Ide jövök, bekakálok valakinek az ágyába. Olyan ez a hely, mint hogyha egy fesztiválon lennél, és nyugodt szívvel kakálnál bele mások sátrába, amíg éppen koncerten vannak. Szia, Lixon, hogy vagy? Mi a helyzet? Bagoly wifin jön? Jaja? Érdekes, hogy nem mehettem itt ki. Lehet, hogy itt kell kimennem? Azt, amilyen szép ez a WC. Jó napokat? Nem, ez nem olyan tükör. És meg lehet nyitni a csapokat. Az összeset kinyitom, hát ha elúszik az egész hely. Nem, hiába reveliózok. Semmit nem fedhetek fel. De lehúzhatom az összes WC-n. Tök főzelék fasírtalan menü, igazi retro hangulatban, súlyis menzás verzió. Egészségedre, az igencsak jól hangzik. Én még vasárnap hoztam egy kis gulyáslevest anyukámtól, egy olyan másfél adagot, megettem egy fél adagot még vasárnap ilyen vacsora környékén, aztán ma ettem meg az egy adagot, ami maradt belőle, meg egy ilyen mini pizzát sütöttem az airfryerben, egy ilyen 20 centi átmérőjű,
aztán annak a felét ettem meg, még stream előtt, majd valamikor megeszem a másik felét is, aztán nekem ennyi volt már a táplálkozás. Nem tudom, hát kiszárad a tó, én is így érzem, hogy nem találom az utat. Hogyan lehetne oda kijutni? Azt akarja, hogy fentről menjek? Vissza volt valami titkos jel a budin. Micsoda? Biztos? Iván, szivatsz minket? Hol? Milyen titkos jel a budin? Azt mondod ott szemben? Az a másik hely, ez egy láda. Vagy itt mondod erre? Ezek a lányok együtt szoktak fürdeni? Ez tök jó hely. Szerintem ezt láthattad esetleg. Hiába próbálnám felfedni, hogy kivel, ki, nem várjál, balra az ajtaján? Hol? Én nem látom, Iván, hogy mit mondasz, mit látsz? Ti látjátok? Ja, ezt a Roxfort jelet mondod? Hát ez semmi extra. Nem. Azért én nem hiszem, hogy bármit tennem kellene. Például nincsen információ a birtokunkban, hogy mit lehetne azzal kezdeni. Kapros tök főzelék, nekem is jöhetne. Na, díleljetek egymással. És mit adsz te cserébe, hogyha már így kéregetsz? Hát a cserekereskedelem az nem így működik, kérem. Azt mondja, itt szembe kellene menni, és itt lehet lemenni. Ja, a másik lejárat. Aha, értem. Tehát, hogy van még egy lépcső itt, és itt kellene lemenni. Hogy találkozhassunk az öreg figgel. Szevasz, Nomen, hogy vagy, Mizu? Kemény reveliózás zajlik itt is, de... Nem innen jövünk, hanem... Ez mi ez a hely? Lehet, itt le kell... Aha, igen. Well, de ebben úgy el lehet tévedni ebben az egész őrületes kastélyban, hogy nem is igaz. Fogalmunk nincs. A hangerő szintek jól be vannak állítva? Feláció maximum? Lehetséges. Ó, találtam egy vegan wet potit, de rendesek. Ezt megrollingolom. Emlékeztek, hogy itt voltak ilyen... Ez. Itt kellene kezdeni valamit azzal a baloldalival. Lehet, hogyha mindegyiket felfedem, akkor többet fogok tudni. Ide beállítom a hidrát, jó? Nem a pókot. Jó. Fogalmunk nincs még ezeket, hogy lehet megcsinálni. Ide meg a hidrát, így. És látod, hogy mögötte van egy láda. Pedig valamit innen kell csinálni, tehát hogy ez... kettő ábrát látunk, az ott fent egy pók, ez itt lent egy hidrabinyó, és most mind a kettőt beállítottuk. Ja, majd lesz valami. Láj, te most kajak el akarod mondani? Istenem. Hát nézd meg és mondja tovább, beszarsz. Szép munka volt. Majd ha rájövünk, akkor megoldjuk. Addig ne kezdjünk el előre spoilerek alapján működni a játékban. Ezzel lehet valamit még kezdeni? Várjál csak, hogy voltak a spelljeim? Megemeljük. Plusz 35 HP? Szintlépés. Szia, Émi Vendetta, jó estét, hogy vagy, Mizu? Ujjás leves és teljesen retro is finom, nekünk kettő hete volt hétvégén. Én nagyon régen nem ettem már, és nagyon jól esett. Melyik volt az a gomb, amivel felvette, várjál? Megint itt fog jönni? Szerintem le fog írni egy kört majd, és akkor ki tudom én azt kapni talán. Az akció spellel, igen, igen, igen. A leviószával lehetne megemelni, az akcióval meg magunkhoz húzni. Ott megy. Igen, megvan, megvan, megvan. Királyság. Az öreg fig. Ezt a helyet amúgy még nem is láttuk. Nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Hová vezet ez a hely? Ó, még annyi számtalan... Na hát... Ez a lépcső nem is volt itt, amikor még jöttem lefelé, de jó. Nézd, és itt is lehet látni. Egy olyat, hogy fent van egy kecske. Kecske.
Elment a kecske felett, várjál. Kecske. Oké. Okay. Ezt is felveszünk. Vajon az öreghez innen lentről is el lehet jutni? Micsoda? Ház, pont, homokórák. Ezek a nagy homokórák, ezek valamilyen... Micsoda? Mindenféle égkövek vannak benne. Azt a... És ezek mutatják, hogy melyik háznak mennyi pontja van per pill. Értem. És akkor melyik az én házam? Jaj, de hát még nem is számolják, hát mind fent van. Hát akkor minek gyűjtögettem itt az órákon a pontokat a házamnak? Azt a mindenit, hát minket átvertek. Az öregek csak mondják, hogy adják ezeket a pontokat, hogy valóságban ennek semmi haszna nincs. Hogy mehetsz be oda azért a ládáért? Ó, ide majd kell szerválni. Erekció? Nem. Protego? Nem. Lumia. Oké. Okay. És azt mutatja, hogy van egy olyan hely, ahol középen áll egy majom, azt kellene elhozni innen. A csimpánzot, a Charlie, tudod? Ja, Istenem, itt mindenki itt van. Ó, várjatok, mert ott volt a moly. Nem látott valaki egy mojt itt a közelben? Ott szemben, ott van a falon. Leszel így végig szaladni az egész termen, mindenki minket néz. Azt mondja, hogy... innen szoktak prédikálni. És hogyha ide állsz és elkezded nyomatni nekik a dumát, rád figyelnek, vagy kiröhögnek? Hú, vigyázzunk. Lumos. Na gyere, gyere! Viszlek vissza szépen arra. Megtalálok én mindent is. Várjál, utána visszajövünk, mert itt is volt egy papírbigyó. Itt, ide nézz csak. Azaz. Ide mostantól tudunk fast travel-ölni. Tegyük le! Királyság! Egy újabb titokra bukkantunk. 15 per 25, 80 XP. Nagyon gyorsan lehet szinteket lépni a game-ben. Na. Azaz. Ó. Oh. Ezt megmimikelték, hogy úgy nézzen ki, mint hogyha az ég lenne fölöttünk. Mármint a plafon. Szia paradicsom, hogy vagy Mizu? Kellene a játékban revenue számláló DS-ben a Death Counter. Teljesen egyetértek. Pont ez volt nekem is a gondolatom a múltkor, hogy a revenue spell az nem egy ismeretlen mechanika a játékokban. Ha belegondolsz, ez maga a Witcher Senses. Ugye? Tehát Geralt ugyanezt a spellt használja, hogy megvizsgálja a lootot a közelben. Emellett a Horizonben ugyanezt csinálja a Focus, és szerintem még számtalan játékban benne van. Így az újabbak közül nagyon-nagyon sokban. Hydra meg Makka. Ez a Makka. Ez a Hydra. Jó. Tehát így ezzel nem mutattak tulajdonképpen semmi újdonságot a Revelio spell-lel, hanem csak újra hasznosították ezt az ismert mechanikát már a többi játékból, de nincs ezzel semmi baj, hiszen szükség van rá. Nem véletlen van ez benne a többi game-ben. Az öreg ott van, a másik oldalon. Egy kisebb gond van mégis, hogy nem minden kell oda menni. Vigen Veld Poti, most már van 7 darab esztuszom. Ez a játék igen nagy idő, fekete lyuk, lesz benne annyi óra, mint a Witcherben egy nagy a map, újrajátszás is benne van szerintem bőven. Képzeljétek el, hogy szembe jött velem egy cikk az interneten, és statisztikailag azt mondják, hogy a Ravenclaw a legszarabb ház a játékban. Azt mondják, hogy oda nem érdemes járni, mert hogy az ottani NPC-k meg questek, azok nem olyan jók, mint a többi. Úgyhogy nagyon örültem ennek a cikknek, amit lehozott a valamelyik oldal. Hát most már ez van. De is az vagy, mindenki ide jár. Nem mint hogyha baj lenne, örülök neked. Na, figyelj paradicsom, én csak annyit tudok mondani, hogy a legjobb arcok a Ravenclaw-ban vannak. A Gryffindor az a kifingol, a Mardekár, ott vannak a izék, a csicska arcúak. Na, Béla is oda jár, hát szerintem a legjobb arcok oda járnak. Ti hova jártok egyébként, akik játszotok még a játékkal? Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet a vészkorú statisztika, hogyan oszlunk meg. Rebellion. És hogy ti
választottátok, vagy besoroltat? És a kérdésekre válaszolva kaptatok besorolást. Hú, az öreg, nézd csak. Azaz. Mutasd csak, hogy mi van a mancsodban. Azt mondja, hogy ez egy simpla field guide page. Mutassuk meg a környéken, kik le... Az a gyerek repül. Na hát. És ez meg a fő bejárat? Valamit találtam, de nem tiszta még. Itt is be lehet menni. Azt se tudom, hova menjek, annyi minden van mindenhol. Jaj, hát ide level 1-es lokkokat zártak be. Varlokokat. Itt mondjuk nyitva van. És nem mehetek át? Jézusom, tehát ez egy labirintus ez a hely. Hogyan tudják megtanulni? Lehet, hogy nem is kell nekik megtanulni, hanem csak dehoppanálnak mindenhova, nem? Ez egy igazi napsugárzás ellenvédő goggles. Kicska vagyok, Mardekár? Gryffindor? Kérdéseket válaszolva? Na, ez igen. Másik házakat is végig kell játszani, nem? Hát, NPC-k beli különbségek vannak. Ki kell maxolnod a velük való viszonyt, és akkor... gondolom, más rewardot kapsz, vagy sztorit, vagy ilyesmit. Én ezt nem ismerem fel. Ez egy folyosónak tűnik. Talán innen? Lehet, hogy ez az? Hát... kemény reveliózásokban vagyok most éppen benne. Nem tudom. Itt lehetett? Nem tudom. Jaj, már megint a szemes láda. Az a szörnyeteg állat. Ez egy kelpi. Az milyen állat lehet? Egy alakváltoztató vízidémon, ami Írország lakója, meg Nagy-Britanniának általában valamilyen, nem tudom, milyen long maned. Mi az a mane? Tehát ilyen hosszú valami lónak álcázza magát. A legnagyobb kelpi, amit jelentettek, a Loch Nessi szörny Skóciában. De király, ez menő. Milyen van neki hosszú, ilyen farka? Na jó, hát mondjuk a lovaknak szokott lenni. Ezzel nem tudnék vitatkozni. Sörény, köszönöm. Nem találtam meg a izét. Azt a kis furcsa állatot, mondjad már, a molylepkékeket. Menjünk vissza. Azt a ládát majd kinyitja, akinek megvan hozzá a hozzáértése. Itt jártam már vajon? Nem. De most már itt is jártam. Egy kis láda. Még egy poti. Menő. Szerintem itt jöttem le az előbb a nagy lépcsőn, nem? Aha, és akkor most jobbról jöttünk, itt volt a kép valahol, és mégsem itt van. Lumos. Nyomok egy lumoszt, hát a rámakad valahol az a kis áll... Hopp! Az mi? Ja, valaki viszi a köteteit, jó. Vigy nyugodtan tovább, barátocskám. Jó lesz. Ez egy... WC? A WC-t mindenhol így jelölik? És csak, ez be van zárva. Out of order. Oké, az éppen nem működik, egy kis láda is van itt. Vajon van értelme benézegetni a WC-kbe? És itt volt a kép mellettünk, jobbra. Hát nem mondom, hogy megtaláltam. Ezt a helyet. Ez nem tudom, hogy hol lehet. Lehet, hogy itt... Nem. Erre mentem lefelé. Itt volt a kép balra, ugye? Minden is érdekes. Igen. Egyetértek teljesen. Ez is egy WC. Egy field guide-dal benne. Ebből isznek a mardekárososak. Azt mondja, hogy az egyik ilyen bronz csapba, ami egyébként normálisnak tűnik a lányok WC-ben, egy kisebb kagylót, kígyót véstek bele. Senki nem tudja, hogy mit jelent. Hát azt mondjuk, most én sem. De nem is látom, hogy melyikbe van belevésve, micsoda. Lehet, hogy nem látszik rajta, csak hidd el, hogy ott van. Érdekes. Ezeket a WC-ket a rohadék mardekárosok teleszarták. Hát már elnézést, de ki van írva, hogy nem működik. Emberek nem csinálnak ilyet. Az állat külön, mint a mardekáros. Elnézést. Aj, de szép. Ilyeneket szoktak csinálni a mardekárosok. Hát itt tervezték a füvet, beszarsz. Azt a mindenségit, ez nem semmi. De milyen szép kis ültetvény.
akkor lehet, hogy nem is kakálni járnak ide, hanem itt szoktak betépni együtt. Azt a mindenit, milyen emberek járnak ebbe az iskolába. Na jó, hát azért találkoztunk már az Alkesz Onanival, és ott lent össze van törve valami, azt helyre kellene hoznunk. Megtaláltam. Itt van. Lumos. Gyere csak, viszlek vissza a helyedre. Ott van a titkok kamrája lent a izében? Mardekáros WC-ben? Arra már nem emlékszem. Titkok kamrája volt az első? Nem, az a második rész volt, nem? Baziliszkusz meg a mit tudom én, és az első az meg a bölcsek köve volt, nem? Jól emlékszem ezekre? Vagy már nem annyira? Csapott a titkok kamrájában is, vagy az hasonló? Aha, ezek szerint igen. De minden jöttünk. Az előbb, amikor rátaláltam arra... Emlékeztek? Ja igen, itt jobbra lent. Erre vagyok kíváncsi nagyon. Hogy oda hogy mehetnék be, és hogyan javíthatnám meg, ami ott összetört? Ott lesz bent valami láda nekünk. Itt mindenhol level 2-es lokkok vannak. Hát nagyon komolyan lehet itt a felfedezést űzni. De viszont menjünk, folytassuk a main storyt, bocsánat, mert tényleg elragadott itt a helyismeret, ami senkit nem érdekel. A harmadiknak a, már nem is emlékszem, aztán az Azkabani fogoly lehetett, vagy valami ilyesmi címmel, amikor megismerkedünk keresztapánkkal. A negyedik meg a Quidditch. Valami Phoenix tolmadár. Phoenix rendje. Nem tudom. Nem tudom már mi. Hűserlege. Na és utána már nem olvastam, sajnos az 5., 6., 7. nincs meg nekem. Ezt az is lehet, hogy 8 részes igazából. Nézzünk körül? Biztos, ami biztos? Semmi? Jó, most már mehetünk az öreghez. Na, tettünk egy kisebb kitérőt, köszönjük, hogy nyitottad az ajtót, milyen rendesek laknak itt komolyan. Megint visszajöttünk a homokórákokhoz, és most megyünk keresztül. De állítólag nekem erre kellene menni. Jaj, már megint rossz fele fogok menni, ugye? Nem, mert ez nem rossz attól még, hogy itt még nem jártam. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Most beszélt hozzánk a Fast Travel. És hova mész, hogyha ide lemész? Ja, Istenem, abba kell hagynom a felfedezést, tehát nem lehet így élni. Nem lehet így bejárni mindent, ez tilos. Mindenki megmondta, Moki, menjél gyorsan főküldetésre. Oj, hello. Ez itt... aha, egy csomó körte, egy csendélet. Micsoda? Mi egy ajtó lesz, és itt lehet belépni a... Na hát... Konyhák innen indulnak. De én azt hogyan... Én ezt ki tudom nyitni? Nem, én ezt nem tudom kinyitni. Ezek szerint itt vannak lent a konyhák. Ott is van egy field page. Meg lesz a 13, elhiszed? Ez a Hugrabugnak a hordói? Ó, hogy belépj a Hugrabugnak a közösségi terébe, meg kell csapolnod. Micsoda? Jó, igen, megmondják, hogy melyiket csinál micsodát, és akkor a Helga Hufflepuffot ki kell. Mi van? Abban a ritmusban kell azokat nyitogatni, vagy kinyomod, vagy kimondod, hogy Helga Hufflepuff? Na hát... És hogyha rosszul csinálod, akkor leöntenek ecettel. Úristen. Mondtam én, hogy ezek a Hugrabugék, ezek nem túl jó arcok, maradjunk annyiban. Ecettel. Barátom. Egyszer nagypapám megívott felhajtott egy pohár ecetet. Fennakadt a szeme. Csoda, hogy túlélte. Elátkozott hely, ez a Hugrabug szállása. Miért elátkozott? Na hát itt lett egy lépcsőm. És a másik irányba kéne mennem, mi? Aha. Innen is el lehet jutni az öreg professzorhoz. Hát jól elbújt az öreg, nem mondom. Nem szólt a levelében, hogy bújócskázni akar, de... Se baj. A lényeg, hogy tök király volt ez a kis felfedezős rész itt ebben. Itt vagyunk megint lent a dungeonben. Ide jött volna, ide bújt el a mardekárosok közé az öreg. Hopp. Ja nem, csak ugrott egyet, így megrándult a kontroller, nem tudtam, hogy mi történik.
Na, szoba csináló 2000. Szevasz, jó estét kívánok. Üdvít nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el a jelmondatunkat. Ha marra káros vagy, akkor nincs köztünk helyed. Csak viccelek. 93? Mi volt ez a hang? Valami elhúzott felettem? Ezt is és nem láttam ebből semmit. Ti láttatok bármit? Te vasz betyárkoma. Hogy vagy, mi a helyzet? Fura emberek járnak oda, egyik se százas. A hugrabukba? Szerencsétlenek. Három diák seprűn elrepült feletted. Én arra következtetnék, hogy elképzelhető, hogy a Quidditch mérkőzések valami DLC kapcsán fognak bekerülni majd a játszásba. És szerintem ebből most ki fognak sajtolni mindent. Tehát ilyen extra tartalmakat nyomatni fogják hozzá, mert mindenki látszik, hogy iszonyatos vevő rá, és ilyen szintű eladási számokkal, mint amivel ez bír. A top 4, nem viccelek, egyszerre 4 helyet foglal el a játék. A top 4-et most az eladási listákon. Azért az már nem semmi dolog. Hát gondolom különböző verziói van a játék. Milyen kedves ez a fiú, hogy itt nyomja a rock metalt. Na jó, menjünk, mert egy jig vár ránk. Ja nem, nem fish jig, fig. Azt akarja, hogy menjek be itt az ajtón? Aha! Már csak 101 méterre vagyok a csúcstól. Valamit... Figyelj már, hogyha a jobb füledben hallod, hogy itt van valami, akkor hogy lehet, hogy nincs itt semmi? Nem értem ezt. Miért jelzi, hogy valamit felfedek, hogyha nem fedek fel semmit? Hüge? Jaj, tényleg. Köszönöm. Igen. A multit már cikkezik? Aha. Prototípus van a multihoz, ez a gamehez már készítik. Menőség. Hogy tetszik, eddig a játék mennyire tud ajánlani? Én maximálisan tudom ajánlani. Szerintem megéri az árát. 46 euróért sikerült, vagy 56-ért, nem tudom már, előrendelve megvásárolni. És én úgy látom, hogy rendkívül sok tartalom van benne. Tökre király ez a világ, amit alkottak hozzá. Jó, igaz, hogy már meg volt alkotva, csak le kellett képezni, ugye, de nem ez számít. Hanem az, hogy ez az első olyan játék, amivel lehet... Hogy volt ez? Lumosszal? Igen. Tehát ez az első olyan játék, amiben igazán kiélheted magad ebben az univerzumban. És hogyha szereted ezt, vagy hogyha nem szereted, teljesen mindegy, jól fog szórakozni. Én így látom. Az ott hol lehet? Nézzünk be ide hátha. Jaj, ezt erre emlékszem. Nem ide jövök. Oda megyek, ahol van ez a furcsa izé. Hol? Várjál. Ott mágián égettek el egy boszorkányt, nézd. Kár, hogy nincsen hozzá sztori. Én már jártam itt a hegedűsöknél. Meg kell találnunk azt a helyet, amit láttunk ott a... Lumos. Hol lehet? Várjál, de nem ez volt, amit láttam. Azt a kis molylepkét keresem. Na jó, még egyszer. Menjünk oda vissza hozzá. Ha már itt jártam mellette, nem akarom nem megszerezni. Ezek a veszen... Tehát az igazi időtemető részek ugye a játékban, hogy találsz egy ilyet, itt meglátod rajta a helyszínt, hogy van valamilyen boltíves rész. Aha, ilyen denevér szárnyakkal, meg ilyesmi, és ott van bent egy zöld kád valami fehér izé előtt. Lehet, hogy erre lesz? Cica! Jóó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 
Jamal, hogy vagy? Könnyen elkapna minket egy ninja? Hát, nem tudom. Ezt mire alapozom, mondod? Ismersz ninjákat esetleg? De én nem találom azt a helyet, amit mutattak ott a képen. Nem ez itt van, ahol ezek a nagy izék vannak? Nem. Itt bent a WC-ben van egy láda. Madárijesztő. Na hát... Hát az nem leszek, ha nem baj. Mert hogy itt van fenn? Ott egy nagy láda. Ja, de zár van rajta. Level 1-es? 1-es. Szerintem alattam van most az a hely.
Már megint elkalandoztam, már majdnem ott voltunk az öregnél, aztán hirtelen már nem voltam ott. De, na hát megvan mégis. Ez az, és a kutyát láttam. Na vigyük csak ezt vissza, na ezt jól eldugták, ez volt az első, ami igazán nehéz. Sosem nézel magad fölé? Ja, igen, egyetértek, tényleg. Ezt mondtam nektek már, hogy jobb lenne, ha a karaktert egy kicsit közelebb hoznák, és akkor jobban látnánk, hogy mi merre van. Csak kicsit a válla fölött látnánk át. És ez itt volt valahol. Meg is van. Na, level 13, ott is van. 24/25 field guide. Haladunk, szépen haladunk. És az öreg pedig fölöttem van 37 méterre. Itt lent ebben a lounge-ban nincs semmi. Itt rázzák a fiatalok. Még egy darab papírt találjunk már. Hát tök jó lenne. A rinocérosz mellett nincs valami? Nem, szerintem én ezt már mind összeszedtem. Jaj, de királyú néz ki ez. Szegény gyerek meg mindjárt összehányja magát, az rosszul van, az senki nem segít neki. Ez egy mellékküldetés? Szia, zombi, mi a helyzet? Jó vagy? Nem tudod, ki vagyok? A csaj vagyok, aki mindenki utál, indok nélkül az iskolában. Ó, miért utál mindenki? Azért, mert tele van bulikkal az egész iskola. A Leander a legrosszabb zenekar a világon. És teljesen nincsen semmilyen talentunk bennük. Szóval van egy Gobstone collectionje, reménykedett a Common Roomban, hogy majd játszanak vele. Olyanok, mint a kis üveggolyók. Nagy játék. Nagyszerű játék. És hogyha elveszíted, akkor leöntenek téged valamilyen gusztustalan szagú folyadékkal. Ja, ez királyul hangzik, ez a Gobstones. Gobstones? Sounds like a fun challenge. Én is ezt próbál mindenkinek mondani. Az emberek olyan kegyetlenek, csak azért, mert ja, a Gobstone köpettel vannak leöntve. Hát az ő hibájuk volt, hogy elvesztették a meccset. Imelda a legrosszabb loser. Everett és Astoria, ők is rettenetesek. És most elvették a Gobstone-jaimat, nagyon magas helyekre rejtették el az iskolában. Hát igen. Kicsit túlreagálták talán. Egyedül nem tudom őket visszaszerezni. Nem hiszem, hogy megvannak a szükséges varázslataim hozzá. Kell valaki, aki önzetlen és amúgy egészen tehetséges. Mondjuk 5 éves, hogy segítsen. Na jó, és hogy kell őket elérni? If I knew that, I'd get them myself. Hát ha tudnám, akkor magam szerezném meg. De valahogy felmentek oda. Biztos, hogy akcióval kell leszedni. Szia, El Barbie, hogy vagy, Mizu? És nincsenek barátaid? És minek pusoljuk ezt a témát szegény gyereknek? Egyszer Neti azt mondta, hogy hello, de azóta egy szót sem. Oké, meglátom, mit tettek az érdekedben. Ha megtalálod az összeset, akkor gyere is. I'll be back to playing Snake Jackson újra. By myself in no time. Aha. Jól van. Elkezdtünk egy küldetést, ahol ezeket a dolgokat össze kell szednem. Hú, ez a láda. Aztán valami leesett a konyhában. Ezt a ládát még mindig nem tudom kinyitni. És akkor az ott most micsoda lent? Várjál. Ez most nem az öreg, ugye? Most a Gobstone-okat mutatja szerte az iskolában. Jelszusom. Ott van fent. Az akció innen nem tudja lekapni. Várjál csak. Megvan. És hogyha a többit keresném, akkor a többi merre lenne? Van egy ott 100 mit... Ez mi? Ja, hogy megmutatja a játék, hogy merre menjek. Na hát, mik nem vannak. De ez tök jó, ez a varázsizé, ami mutatja, hogy merre gyere. Minden rendben, nagyon örülök neki, maradjon is úgy. Utálatosak a rögzített üzenetek a mobilon, miért? Szávasz Folti, jó estét. Na ez tök jó, mert így össze lehet szedni mind a 6-ot a gyereknek, nem? Zombinak.
Jöttél a laptopról? Jól tetted. Még nem is voltunk. Jaj. Megvan a 25-dik. Ezt kerestem. Megvan egy challenge, és nézd, csak ott van kint, ami nekem kell. Menőség. Még egy gobstone. Megyünk föl. Ez mi lehet? Nézd, itt leengedtek egy létrát nekünk. Ez egy érdekes kavics. Milyen furcsa állat vagy. Az orrod olyan, mint egy krokodilé. De aranyos. Ott egy cica. De ez aranyos nagyon. Neki így össze, hüvelykujjal, mutatóujjal összecsípnéd a kis orrát, nem tudnák kinyitni a száját, biztos nagyon ideges lenne. Innen lopta karmos zombis taposós játék irányító vonalat. Melyik? Karmis? Karmos micsoda? Regyere. Ez egy palmistry modell. Azt gondolom valamilyen tenyér téma. Aha, és ezzel lehet a tenyér jóslást tanulni? Aha. Nem mindegy, hogy milyen szögből próbálsz olvasni. Vagy egy életvonal. Vagy micsoda, hogy még valakinek a halálát is megmutatja? Jézus. Nyissuk csak ezt ki. Cream Pie Ensemble. Azt nem veszem fel szegény kis szőke lányra. Jézusom, láttam már ilyen Cream Pie-t valahol. Ez mi? Cream Pie Ensemble. Onani, a Professor Black igazgatóság alatt az én megtiszteltetésem, hogy felajánljak neked egy pozíciót a... Micsoda, hogy Divination Professor legyél a Roxfordban? Igen, nagyon örülnénk, hogyha csatlakoznál, és a szándékaidról pedig jelez majd vissza, amilyen gyorsan lehet. Várjuk a válaszodat, és a többi. Matilda Weasley. Érdekes. De most akkor nem azt akarta, hogy ide... Jaj, nem, várjál, alattam van pont. Ott, tehát abszolút a második részben, ugye emlékszem, milyen tenyér kapta el. Ott van fent, látod? És innen nem lehet varázsolni. Ilyen tenyér az abszolút... Én nem emlékszem már, abszolút nem emlékszem rá. Megvan a 3x6-os. És akkor itt azt merre akarja, hogy menjek? Mondom, a 103-as a következő legközelebbihez viszel. De oké, hogy be lehet jutni mindegyikhez, anélkül, hogy... itt nagyon megerőltetnéd magad, és az is tetszik, hogy... mindenhol van mit felfedezni. Itt lemehetsz egyenesen, de... mi értelme, hogyha itt egy csomó mindent kihagysz útközben? Ugye? Hát, hogy itt még egy csomó minden is lehet akár. Csak szét kell nyomni a Witcher Senses-t. Ott fent egy csomó minden is van. Oda fel lehet menni? Nem ilyen egyszerű az odavaló feljutás, de nézd, mennyi minden van ott fent. Egy csomó ilyen puzzle bigyó, meg minden. Mivel csinált? Hogy elő ki az utat? A felfelé D-paddal. Felfelé nyillal. Nézd. A bal oldalt látod? Ugye magatom? Az. Az mutatja meg, hogy hol van a küldetésed. Legyen már április 4, miért mi lesz akkor? Cream Pie Ensemble? Igen. Az aranycikesz. Igen, igen, igen. Az az, ami mutatja most nekünk itt az utat. Nézzünk ide be, és menjünk át keresztül 40 méterre. Húha, ez bizony tükör. Kell egy zöld tapétájú szoba tele festményekkel. Ha az megvan, akkor le kell hoznunk a Moit ide. Kapunk XP-t annyit, hogy megőrülsz. Itt kell, hogy legyen bent, ott is van. Gyere, kis barátom, gyere, gyere. Szia, Axil, szép estét, hogy vagy, Mizu? Szia, Ogre, csáó, csáó. Jó, ez is megvan. Vajon jól haladunk a 100% felé? Újabb 80 XP, most már 50-et kell még megtalálni. Azért az nem semmi szám. És mindig előre indul a számláló, tehát most nem 27x50-en vagyunk, amennyit megszereztünk eddig. 1 pók, 13, 21, open.
Igen, és akkor itt állítgattam, itt jobbra és balra is volt. Igen, igen, itt már jártam egyszer. Emlékeztek? Itt kettőt is beállítottunk, a hidrát meg a macskát. Oda hogy mész át? Ja, nem, az ajtó mögött van a két kincses láda, értettem. Ott a kövi, nagyon királyba. És... van még fölöttünk 57 méterre is egy. Érdekes, de itt nem kapok segítséget hozzá. De hogy nem? Megjelent egy feljáró. Á, menőség. És vajon a kis csajnak, hogyha leadjuk majd, akkor mit fog adni, amiért... Jaj. Meglepő volt, ahogy elénk jött ez a bigyula. Megint nem látom, hogy mi van. 32 méterre. Hiszen az rengeteg. Április 3 legsötétebb napja, a szülinapom ugyanaz. Akkor jön ki PS4-re a játék? Az menőség. Nagyon magasra megyünk. Milyen magas ez a torony? Ez itt a nagy lépcsősor tornya. Úti elhagytam egy csomó minden. Kedő ilyen ládát. Na, tehát ládát? El is vettük a 33 goldot belőle. Galleon pontosabban. Gondolom itt azzal kereskednek. Ez mekkora benga? Trófea terem. Tök menő. És már megint egy olyan helyen vagyunk, ahol ötletünk sincs, hogy hol vagyunk. Az a kő az ott van fent. Hát jó nagy szemétládák voltak, hogy tényleg így eldugták ezt a hat varázstárgyat, vagy mit. Kis bigyót a gyereknek, nem? Tehát azért egy ekkora kastélyban széthordani egy gyereknek a játékait. Ez a kentaur páncélzat. Aha. Szóval, hogy egy ilyen teljesen eltévedt egyébként békét ajánló kentaur vezető számára csinálták. Micsoda? És átlőtték a lábát a messengernek egy ilyen veszővel. Aztán kikalapálták később a páncélzat, tehát jó van. Hova megyünk most? A ládáért, ami itt van előttünk. Wow! Még több cockles. Ott is van fent valami. Ez az utolsó. Akkor megvan az összes. Elmegyünk, meglátogatjuk. Ezt felveszem. Micsoda? Ez a herbológus díj, amit nyerhetsz? Aha, hetedévesként a Hufflepuffban Mirabella Garlic nyerte el. De hát ez nem a tanárnő. Szerintem a Garlic tanárnő. Lehet, hogy tanár úr. Azt még nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy volt valami Garlic nevű tanár, akit mondtak, hogy herbológus. Azt mondja, hogy... az a tűzserlege? Szerintem igen, ez lesz az. Egy ilyen ősi égkövekkel kirakott ládában pihen. Király. És a Trivizard turnamentet kell megnyerni hozzá? Aha. Hát azt hogyan? Az Trimágus? Lehet, hogy valami Trimágus próbák voltak, nem? Nem emlékszem már, hogy magyarul hogy hívták őket, sajna. Ó, itt is van egy láda. Tök jó, hogy ide még nem. Ó, ez meg valamilyen tünde armor. Nagyon király. Azt mondja, hogy egy kegyetlen wizard készítette, aki a saját tündérét szerette volna megvédeni a csatában. Szerencsére. Micsoda? Nem vágta le, hogy a... Jaj, mondjad már. Aha, ez ilyen házi manu. Aha, és nem gondolta volna. Túl buta volt ez a wizard hozzá, hogy levágja, hogy akkor ezzel egy ruhadarabot nyújt át a manójának. És amikor azt elvette tőle, azonnal eltűnt vele. Soha többé nem látták. Ah, hát igen, hát ezért nem adunk a házi manóknak ilyen dolgokat, ugye? Mert a Dobby a végén hazatelefonál. Na, menjünk. Ha le akarnám adni ezt a küldetést, akkor 145 méterre kellene. Menjünk akkor most, ne álljunk meg senki kedvéért, adjuk oda a kislánynak a márványgolyóit, hát a rátalál végül is a repülés képességére, mint Dudás tette a Hook című Spielberg filmben, a Peter Pan story feldolgozásában. Nézd, lehet szaradni, és akkor utána épül minden is. Nem jó fele megyek, nem baj.
itt kellett már lemenni. Ezt nagyon ügyesen csinálták meg, hogy ide épül a kő alád. És nem is tudod megelőzni. Szerintem nagyon-nagyon nagy kitalációk vannak a játékban, és én azt gondolom, hogy megéri a pénzét. Nagyon sok játékot félkészen adnak ki manapság, meg Early Access, meg mit tudom én. Ez a játék nem. Ez úgy, ahogy van, úgy jelent meg, ahogy annak meg kellett jelennie. Eddig úgy látom legalábbis, hogy nagy igényességgel és odafigyeléssel készült. Ezt nem is lehetett mondjuk elrontani. Tehát ha belegondolsz, nagyon-nagyon sok fanatikusa van ennek az univerzumnak, vagy franchise-nak, tehát hogyha ezt elrontották volna, akkor aztán a fél világ szerintem egymásnak esett volna érte. Vagy miatta. Itt nem volt opció a bukás ennél a játéknál. Innen menjek, azt mondja. Nézzük innen. Ja, itt vagyunk kint ennél a... Aha. Jó, még mindig nem tudom, hogy hol vagyok, de már azért közelebb vagyok oda, ahol mennem kell. Alád építik a lépcsőt, aztán bontják. Ja. Ez mi? Cica? Wow! Szegény Dobbit, de sajnáltam, pedig jó arc volt. Már arra nem emlékszem, hogy jó arc volt-e vagy sem. De azt tudom, hogy nagy szerepe volt ott a dolgokban valamelyik részben. És kihasználták azt is, hogy kap egy zoknit. Remélem, hogy több szerencséd volt, mint nekem. Hello, zombi, megtaláltam a márvány golyóidat. Tényleg? Nem is gondoltam, hogy ez lehetséges. Ezt hogy csináltad? Hát ugye, alapmágiával, meg józan paraszti észre. Oké, visszakaphatnám? Nem, szerintem megtartom. Persze, nesze. Tieid amúgy is. Ó, milyen csodálatos. Minden jövőbeli győzelmemet neked fogom címezni. Ha már erről van szó, most visszakaptam. Kíváncsi vagyok, hogy bárki játszana velem esetleg. Hát ez egy csodálatos ötlet. Hát, hogyha így jártál legutóbb, nem vagyok benne biztos. Tudod mit? Felbíztatom a rosszra. Tessék. Biztos vagyok benne, hogy játszani fognak veled. Ez egy remek ötlet. Annyi móka lesz majd együtt, meg... Ha, csobót nevetünk, ahogy... lefújják ott a smötyivel a veszteseket. Aha. Oké, menjél, dolgozz nyugodtan. Megkaptuk a... Aha, ezek ilyen relationship questek, ebből a 6 van ide bent. És akkor ez alapján... Kaptunk biztos valami teljesítményt, meg XP-t, meg ilyeneket. Menjünk már is az öreghez. Aki. Ezt még mindig nem tudom kinyitni. Itt kezdek a gése golyóiddal. Szerintem egyébként... biztos vagy benne, hogy találnának neki hasznot, vagy valami használati utasítást. Meg egy Roger végigjátszás is benne lehet simán, amikor végigbunkó a player. Ja, az is lehet. És hogyha ide akarnék menni az öreg mellé, nem lehet rá zoomolni? Ha ide megyek mellé, akkor közelebb vagyok? Miért nem enged oda? Mert rá kell erre mennem először. Na jó, de várj, ez fölötte van, nem is közel hozzá. Az úton talán ez van közelebb inkább. Ja, mert ez figének a az osztályterme, ahova most megyünk. Wagner írta a zenéjét? Melyik filmnek? Mi a Hooknak? Dehogy is! Nem, hát a... Hogy hívják? Howard? Tudod, az a fickó, aki az összes Spielberg film zenéjét csinálja kb. Nagyon híres és nagyszerű zenéket ír. Füge úr. Aha. Várjál. Mint hogyha az időrendi beosztásom még nem lett volna így is túlterítve, a minisztérium engem bízott meg, hogy egy... aha. Tehát ilyen szokatlan érkezését itt elintézzem egy új tanulónak, 5 éves, hogyha ezt elhiszi. Azt mondja, hogy Weasley ragaszkodik hozzá, hogy kell egy tanár, aki segít, egy mentor. Igen, mielőtt, tehát hogy felkészítse, mielőtt elkezdődne a fél év.
És azt magának szántam. Értem. Az igazgatótól kapta a levelet. Itt én még nem is jártam bent. Ez mi? Ez egy láda. Aha, itt skineket is lehet felvenni. Akkor szerintem a mellékküldiből is azt kaphattam egy skint az imént. Várjunk itt fügére egy picit. Nem hiszem, hogy a Vuknak Wagner úr írta a zenét, de aztán lehet. Professor, I'm glad to see you. Ah, örülök, hogy látom magát, füge úr. Én is. Áll a Merlinnek, hogy egy darabban vagy. Hallottam a támadásról. Trollok voltak Hogsmeade-ben. Igen, és páncél volt rajtuk. Sötéten világított, mint a sárkánynak a gyakörve. Ez az goblin ezüst lesz. Rarok azt használta, hogy irányítsa a sárkányt, de hogyan? És miért küldött trollokat? Azért voltak ott, mert én is ott voltam. Kihallgattam Rarokot, hogy Viktor Rookwooddal beszélgetett. Rarok ott volt Hogsmeade-ben? Rookwooddal? Igen, ezek a trollok voltak az elterelés Rookwood, hogy eljuthasson hozzám. És el is jutatott, hogyha Sirona meg a patron... Micsoda? Nem lettek volna ott. Ez szörnyű. Hogyha a sötét mágusok meg a goblinok is téged keresnek, akkor azt akarják, amit találtunk abban a kincstárban. Hát figyelj, a goblinok ott a Gringottban. Aha, tehát a bankban. Van egy Rarok összedolgozik a bankárokkal? Nem gondolom. Azok nem a legbarátságosabb lények, de azért egyben vannak. Merem állítani, hogy ami a szegény bankossal történt, a goblinok többé nem követik már Rarokot? Oké. Okay. Lockitot keresik. Azt mondják, hogy felfedezett valamit rajta. Igen, igen. I discovered an inscription. Egy vésetet. Amikor hangosan felolvastam, ez a térkép jelent meg. Nagyon okos bűbáj. Ez a Roxfordnak egy térképe, az biztos, de nem tudom, hogy hová vezet. Könyvtárba. A lezárt szekcióba, pontosan. Meg egy kicsit amögé. Mágia izéket, nyomokat olvasok a térképen. Gondoltam, hogy te majd látni fogsz rajta, akkor menjünk? Oké, hát király, hogy ennyire menni akarsz minden. És én is nagyon fel akarom fedezni, mi van ott, de... Hogyha valamit megtanultam, ami történt a bankban, meg hogy mi történt Miriammal, akkor az biztos, hogy ez az út rohadt veszélyes lesz. Szeretném, hogyha Hackettel dolgoznál össze egy kicsit, mielőtt tovább mennénk, de uram, hát mennyire lehet egy könyvtár veszélyes? Csak egy könyvet keresünk lehet. Ja, lehet, hogy csak egy könyv, de lehet, hogy fel kell készülnünk bármire is. Amint egy kicsit a védelmi mágiádat feltápolta, gyere és találkozunk újra. Jelzek Hackettnek, hogy számítson az érkeztedre. Jó, hát akkor menjünk Hackettel, nézzük meg, hogy mi a helyzet. A kicsit a védelmi mágiánkat fel fogja tápolni az öreg. Gondolom, hogy nem a izére gondolnak, a Protégusra. Szevasz Bence, jó estét, hogy vagy, Mizu? Hackett. Erre lesz. Érdekes, most nem jelent meg. De megjelent. Ott megy. Hát tök király. Olyan, mint hogyha a Field Guide lenne az, ami így kitör belőlünk és mutatja az utat. Menjünk azonnal hozzá. Ott az mi az a 20? Ez egy mellékküldetés? Érdekes, de valószínűleg mellékküldi lesz, igen. Hogy vagy, Bence, mi a helyzet? Milyen napod volt? Érdekes, hogy ott voltunk a fal mögött, de totál le kell mennünk az alsó szintre, meg visszafel, hogy mégis ide jöhessünk. Látunk valamit fent? Kérdés, hogy látunk-e valamit itt kint? Kemény revelió, az raviolettákban vagyok, mindjárt. Az öreggel fogunk beszélni, de először feljövünk ide. Hát itt láttam egy ilyet. Na de azt miért nem mutatja meg nekem? Várjál, ott van. Hebridian Black Skeleton? Az nem tudom miféle ez, nem, mert egy sárkánynak a... De igen, igen, igen. A csontváza. A sötét átkok kivédése osztályban. És az Hackettnek a trófeája? Miután félkézzel elbánt. Ez egyik
Mi ez a poaching ring? Ez nem tudom. Kelet-Walesben. Nagy poacher raid 1878-ban történt. Félkézzel elbánt ezzel. Mi ez a ring? Miről beszél? Milyen gyűrű? I'm here about the new spell you wanted to teach okay, me, professor. Azért jöttem, hogy megtanítson az új varázslatra. Aha, igen, már Füge jelezte, hogy fel kell gyorsítani te kicsit a tanulmányaidat. Incendiót fogod megtanulni. Ez a tűz készítő varázslat. Aha, ezzel a poknak el tudod a hálóját pusztítani, égetni, meg ilyenek. És meg tudod védeni magad, hogy valaki bántani akarna. Ja, ez király, sokféleképpen lehet használni. Igen, de miatt elkezdenék, szeretném, hogyha megcsinálnál néhány feladatot. Néhány meglephet téged. Ja, hihetetlen, hogy néhány tanuló mennyire nem gondolja, hogy mennyit tudnak az öregek, nem a professzorok. Gyere vissza, hogyha befejezted, jó? Oké, szóval, hogy... Ó, a Crossed Ones az a izé lesz. Szerintem párbajoznom kell még egyet. A spell kombináció practice is kell majd, az a Brattleby-vel. Na jó. Ide kell mennünk 115 méter, az első erre vezet minket. Hát szaladgálunk, beszélgetünk. Várom már, hogy elengedjék a kezünket, nagyon kíváncsi leszek, hogy hová megy a sztori ebben a részben majd tovább. Szemek az öreg professzor asszony mögött nagyon parák voltak? Az öreg professzor asszony is para volt. Legjobb védekezés a támadás? Nem tudom, hogy ez védekező spellnek írják, de lehet, hogy támadni is lehet. Menjen egy kis erekció. Nincs itt semmi. Milyen jó lenne egy ilyen spell, amikor így varázsütésre minden erektálódhatna. Mondjuk vannak olyan hölgyek, akik ilyen képességgel rendelkeznek a férfiak fölött, tehát ilyen varázslatos. Aha. Erre menjünk ide fel. Ez mi lesz? Ide a reparent használnám. Nem. Akcióval. Felemelő spellel. Bevilágítással egyik spellem sem jó, ne? Lehet, hogy fel kell gyújtanom? Ott valaki dobol. Itt van egy láda. Ez most mitől lett ilyen mágikus hirtelen? Lehet, hogy még több ilyet kell rányomni? Na hát, várjál. Hát jól megtanulok én mindent, aztán visszajövök. Orvadász hálózat? Az a poacher ring. Készen állsz még egy körre? Ja, nézzük meg, hogy ki jön majd ellenünk. Beszélgessünk Brattleby-vel. Ő biztos összehoz bennünket egy párossal, akikkel küzdeni lehet. Szevasztok, Szeriszék! Hogy ment a Dead Space-elés? Remélem, hogy jól szórakoztatok. Sziasztok! Beszélgessünk csak veled. Hello, Luca. Használtak téged esetleg training dummy-ként? Nem. Hogyha használhatnám-e esetleg a dummy-t, azt mondjátok már, hogy micsoda a dummy. Tudod, ez ilyen kitömött valami, egy preparátum, amire lesújthatsz a kardoddal, meg mindennel. Az egy ilyen gyakorló bábú, de annak van neve? Target dummy-nak? Jó, készen el a következő kör? Ez bábú. Nem, régen nem használták azt a szót, hogy teszt. Jaja, nagy meccs lesz. Készen állsz? Hát persze. Nagyszerű. Partnerrel küzdesz? Nem. Szólóban. Akkor kezdjük. Ja, lehet, hogy a relationship-et nyomnál, hogyha onnan itt ide hívnál? Mi ketten jönnek ellenem? Hárman jönnek ellenem? Ez is csalás, kérem. És már nem is emlékszem a spell kombóra. Azt mondja, hogy force spellekkel kell áttörni. Aha, azokat a shieldeket. Mondjuk, mint az akcióval. L3, igen. Akció, és utána R2. És a védekezés a protégóval. Au. És akkor most megsorozom. Mert...
Keményeket ver a gyerek, nem mondom. Á, istenem. Elrontottam a izét is. És hogyha most healálnék egyet, ahol de jókor healáltam, igen. Megy a Stupefy. És átalakult a gyerek, vagy meg van halva? Rohadok. Micsoda? És jót nyomtam, vagy rosszat? Ja, hogy meg kellett volna nyomnom egy gombot. Jó. Bocs, nem azt néztem, hanem hogy eltaláltam a mögötte lévőt. Hát de kérem, hát azért 3-1 ellen ez nagyon lehalúzat ér ez a kihívás. Újra? Persze mehet. Elverem én őket, csak okosan kell csinálni. Adtunk szépen tovább, beoltottam a vízereket. Mind a 8-at? Elég más itt most a hangulat. Igen, mert totálisan benne vagyunk a harcokban. Nézetet megnyomod és elenged. Nem tudtam elég gyorsan protegálni magam. Viszont de... Rossz gombot nyomtam. Vajon az rossz neki, hogyha ezt csinálom? Én nem is láttam, hogy megküldött a gyerek onnan. Most rosszul nyomtam megint szerintem. A többiek hogy nem tudnak hozzánk férni? A mindenit. Felhílelték magukat? Lehetséges? Hoppá, véletlen, hogy 8 potit megittem azonnal. Akkor ezt el kéne veszítenem. Ezt hogy csinálja? Esküszöm, felhíleli magát. Ja, hogy használhatom azt a gombot, hogy rájuk vágják dolgokat? Jó, megvannak szerintem. Csak az összes spellt elhasználtam a világon. Legyőztem 1v3-ban őket, na de milyen áron? Megittem vagy 80 potit. Bravo! I gave it my all. Na, beladtam minden. Többi párbajozó már részre is vett téged, de... Oké, az utolsó kör után, most hát tényleg érdeklődnek irántad. Hogyha... Legalább túl akarod élni a következő köröket, akkor gyakorolnod kell. Tudasd el, amikor készen állsz, akkor találkozunk. Yes, és amit elment az összes izé, ezt úsz flaskán. Nem akarnak itt adni néhányat? Pont egy olyan helynek tűnik, ahol eldughatnának néhányat belőlük, nem? Van kint egy láda bigyó, lehet, hogy... De nem is férek hozzá? Ott meg egy tükör izé van. Aha. Lehet, hogy itt van valami... Titkos járat? Nem. Mennyire lehet a karaktert fejleszteni? Van-e mélysége? Nagyon jó kérdést tettél fel, egyelőre még fogalmam nincs. És akkor most Lucan Brattleby-vel kellene... Várjál? Ja, hogy spell kombinációs practice. Hello, ezt még nem láttam. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ad egy csomó kombinációt, amit gyakorolni lehet. That would be wonderful. Be sure to cast all spells before the dummy lands. Fogjuk ezeket begyakorolni. Before you finish all of them, let me know. Hogyha meg kell állni, miért befejeznéd, akkor szólj, persze. Szóval mit akar? Hogy akció és 4 basic attack. Hát ezt már tudtuk, ugye? Excellent form. Jöhet a Leviosa. Tökéletes. Oké, és most úgy kellene megcsinálnom, hogy... Nehogy... Várj. Elnézést, még egyszer. 1, 2, 3. Akció. Nem jó. Az micsoda? Az a húzó spell, az melyik spell volt?
nem az akció. Tehát egy, egy, kettő, három. De, mégis ez volt, de az előbb nem adta be valamiért. Értem, szóval a levegőben történő rángatás, az is fontos lesz majd. Ez elég gyakorlás volt. Királyban nyomtad. Aha, igen, jobb gyakorlás közben felfedezi mások gyengeségei, gyenge pontjait, inkább mint egy párbajban tedd ezt meg. Ez most a sidequestek közül a 3x6-os volt, és hogyha el akarnék menni vissza a főküldire, level 14-be léptünk át, az inventoriba, nem a gearbe be kéne néznünk. Még mindig nem csináltuk meg azt, amikor saját ilyen kis növényeket és Estus flaskákat kellene magunknak tenyészteni. Azt mondja, itt van egy olyanunk, hogy 20 a defense-re. 43? Ez jobbnak néz ki, mert ez 12-es és ez kék. Trade slotot be lehet pakolni. Sajna még nem vág. Ó, de ronda vagyok, a fene vinné. Appearance. Kicsit változtassuk ezt meg. Ez hogy néz ki? Ez aranyos, ez a kis szalmakalap feeling. Hát ez gusztustalan. Ez tiszta Szalasi Sándor úr, ne? Most jut eszembe. Ezzel ki lehet venni a vízből az oxigén. Az előbb CD-n volt, rázta a szikrázó pálcát a karakter. Ja, én azt nem nézem, hogy a kezével mit csinál. Én a... előre néztem az ellenfélre. Ez lehet, hogy ilyen szózos beállítottság. Nem a saját karakteredet nézni. 11-esről kezdtük ma az előrehaladást, és összeszedtünk egy csomó Field Guide page-et, és 3 szintet léptünk eddig így ennek köszönhetően. Hát erre mondjuk nem mennék feltétlenül rá egy pontért. Ej, 21-en van, nyertem, az igen. Kata, hát te számolod a lapokat, nem? A Blackjackben. Nagyon szépen köszönöm neked. Köszönöm, köszönöm, hálás vagyok. Mi a helyzet, hogy vagy? Mesélj, milyen volt a... Mesélj, milyen volt a mai napod? Átmenjünk Epicbe, csak ez nagyon csúnya. Nagyon köszönöm. Ez 12-es, de nem ér olyan sokat, hát ezek érnek többet, csak még ilyen trade slotjaink nincsenek is amúgy. Az outfitnek a kinézetét jó lenne átállítani. Hát ez csúnya. Hát ez baj. Nincs esetleg... De mi... Hát de most egy papnő lettem. A boszorká... Na mindegy, jó lesz ez. Legalább nem a, azok az ódivatú ruhák vannak. És mik ezek a wand handle-ok? Ja, hogy ez mutatja meg, hogy milyen a fogantyúja. Nézd, van ilyen dildoid. Ez nagyon szép. Hát ezt igazából anális kalandokra szokták ajánlani a fiatal tanulók számára. Ez meg olyan professzionálisnak tűnik, nem? Jó, használjuk ezt. Jó, azt mondja, hogy a nyakunk köré ne tekerjünk, semmit sem mehetünk már is. Tavasz árnyék fenyegetés. 12%-ot csináltunk meg a challenge-ek közül mindössze 5-6 óra alatt. Ez azt jelzi, hogy körülbelül egy olyan 30-40 óra alatt meg lehet nagyjából, 50 óra alatt meg lehet csinálni nagyjából mindent. Az inventory-ba miket pakoltunk be? Ja, hogy ezek a field guide? Nem, ezek jegyzetek, amiket felvettünk útközben. Itt ezt bejelezte, hogy itt van valami, de nincs itt igazából semmi, ez egy bug volt. Questek között pedig menjünk akkor Hackett-hez vissza. Jó, locate on map. Hozzá visszamenni. A legegyszerűbben úgy tudnék, hogyha ide jönnék ehhez talán. Challenge-eket válts ki. Azt még nem is mondta szerintem a játék, hogy azokat ki lehet váltani esetleg. Vagy mondott ilyet? Mindjárt megnézzük, hogy ez micsoda. 52% megvan a Field Guide page-ekből. Ja, és akkor megkapom majd a Regalia robot is, meg mindent. Tia Sunrise, nagyszerű, igen. Ó, és akkor ezzel ilyen skineket kaphatsz. Ááááá. Ezt nem is tudtam amúgy. Jó, kösz, hogy szóltál. Menőség. És a questekben is amúgy vannak, látod? Main story questek. Nagyon sok mindent kapunk most, ez menci. Jó, a combatban, a felfedezésben még nincs. Room of requirement. Ezt nem tudom, hogy hogyan fordították le magyarra. A requirement az valami...
Hát, ilyen szükséglet, hogy mi kell valamihez. Mit rekvirál? Mi annak a magyar? Szükségszoba? Hát, ja, valami... Hogyan fordították azt vajon le? Ezt nem mondja, néha feldobja a sarokba, mint info. Ja, értem. Szükség? Tényleg? Biztos? És akkor itt a handlerek, meg mindent is meg lehet nézni, hogy mit pakoljunk a fejünkre, kezünkre. Jó, így leszettük róluk a felkiáltójelet, most már sem... De mi, itt lent is vannak? Aha. És itt ez a 40/150, ez micsoda? Revelio page-ek különböző helyeken. Jó, engedjük el. És most, hogyha bemész a gírbe, akkor különböző skineket lehet látni, megtalálni, meg felvenni. Lehetnénk ilyen nagyon rondák. Fú, gyerekek, ez nagyon csúnya. Na, ez mondjuk nem rossz, ez a kis olvasó szemüveg. Kapásból 15 helyet kinézek 22-nek vele. Aha. Hát... Ennyi? És ez a kettő ugyanúgy néz ki? Érdekes. Hát nem mondom, hogy nagyon szépek amúgy. Talán ez még a legelfogadhatóbb. Így. És miket vettem még fel? Ilyen sapkákokat? Meg minden? Aha, szerintem ide is vettünk fel egy ilyet. Hát csodálatos. Ezt inkább egy férfiak fejére pakolnám mondjuk. Na, ez meg aztán, akkor megmaradunk szerintem a kis alapvető ruhánknál. Az a cloaks and robes, azt mondja, hogyha ezt választod. Na, ez egészen konszolidált. Ez ugye az eddigi ruhánk, én ezt választom inkább. Ez olyan kis átlagos. Ez az ördögűző. Ez a pizsama. Vagy mi, köntös. Valaki köntösben alszik amúgy. Kijön a zuhany alól, megtörli magát, minden rendben, köntös, fel mehet aludni. Szerintem ezt fogom viselni. Bár nem vagyok benne még biztos. És akkor erre meg... Most barbizunk egy picit, rendítsek? Ha lehetne ilyen gyilkos, mechanikus kesztyű. Hát ezt falmászáshoz használják. Ezt motorozáshoz. Ez utcai boxra. Ez vezetés, ez a kormány, ne égesse meg a tenyeredet. Ezzel embereket folytogatnak a bérgyilkosok. Ezzel is csak... Nem tudom. Jó ez. Mi van veled? Ja, nem olyan Barbie. Megcsináltunk mindent. Ide jöttünk, ahova mennünk kell. És megyünk, beszélünk fügével. Minek utána megtanult, vagyis hogy meg fog tanítani valamilyen spellt nekünk, valamilyen varázslatot, be is fejezzük egyből a könyvtáros küldetést, és kiderítjük, hogy a könyvtár mögött milyen titkok várnak ránk. Ezek mindig csak ugyanazt a dalt játsszák. Ki ismeri fel ezt a klasszikus dalt? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Igen, szóval, hogy bízom benne, hogy fel tudod tápolni a kis Brattleby, persze. Befejeztem minden feladatot, amit adott nekem. Örömmel hallom. Akkor készen kell, hogy állj, hogy megtanuld az incendiót. Sajnálom, mondom, hogy... Aha, voltak azért óvatlan kollégák. Szent Mungóban. Mi van? Hogy ők megégették magukat, meg ilyesmi? Tartsam fent a figyelmemet, mert egyébként eddig nagyon gyorsan tanulok. Nem akarja, hogy begyulladjon itt a talár rajtam. Kezdjük meg. Fókuszáljunk a helyes pálca használatra. Jó, mehet. Jóban nyomom. Ez az. És már tudom is, mit kell csinálni, hogy begyújthassam a környéket. Tűzmágus lettem mostantól. Menü. És ezt hova kell kirakni? Spell selection menü. Ez az első tűz spellünk. És azt, hogyha kiraknám, mi az alsó? A reparen kenőcs? Az mehet lentre. Hol to assign X-re? Jó, mehet. És akkor mindig ide be kell jönni, és át kell raknom valamelyik gombra egy spellt, mert egyszerre csak 4-et használhatok. Érdekes, de jó, rendben. Higgyük el, hogy jó lesz. Mehet az égetés. Van itt könyv? Van néhány. Wow! Ott a napórát egy kicsit megbirizgáltam.
És hogyha begyújtanám a goblinok szemeit, tudod, a kis ládás. Ez mi? Hát ez nagy CD-s egy spell, nem mondom. És ha azt csinálod, hogy jobbra begyújtod, mögéd rántod, vagy fejed rántod, meglövöldözöd, és még csinálsz egy kis fényt is. A fényes spell a legjobb. Azt mondja, hogy térjünk vissza a classroomba. A target lockon egy kicsit finomíthatnának, mert nem mindig adta be ott a párba esetében, csak néztem, hogy mikor fogok már kasztolni. Vagy mikor fogok már lockolni, hogy megkezdhessem a kasztolást, hogy ne a vakvilágba küldjem el a varázslataimat. Itt van egy mellékküldi, jól látom, jól érzékelem? Alattam? Várj, ne menjünk addig, ameddig ez nincs meg. Hát ki tudja, hogy milyen mellékküldit találunk ide lent. Sőt, itt egy másikat is mutat, nézd meg. Szerintem ez lentebb van, a térkép szerint alattam kell, hogy elhelyezkedjen, nem? Ez kicsoda? Egy kisebb feladat, nem tudom, hogy tudnál segíteni, kisebb projekttel. Mi van, Duncan, jól vagy? Akartál velem beszélni? Igen, igen. Duncan Hophouse vagyok, örülök, hogy találkozunk. Már mindent hallottam róla természetesen, hogy sárkányokkal, meg trollokkal néztél szembe. Ó, oh, hát volt egy kis szerencsém. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. Igen, tehát, hogy megéred a hírnevedet, te vagy a személy, akire szükségem van, remélem legalábbis. Azt mondja, hogy mine unfortunately took the shape of a puff skein. Tehát miközben próbált volna visszaverni egy Bogarts nevű spellt Hacketnek az óráján, neki félre sikerült a varázslata és átalakult egy puff skeinné. Hát az nem tudom micsoda. Ja, azok ijesztők. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Nem tudom, hogy miről beszélek amúgy, de szerintem a kis csaj sem találkozott még ezekkel a lényekkel, de tudja már, hogy néznek ki, meg milyen a nyelvük, meg ilyesmi. Igen. Szóval kezdenek gyávaként tekinteni rám. És úgy nevezték el már néhányan, hogy Puff Skein Duncan. Aha, hát az mondjuk egész vicces. Legyünk bunkók vele? Nem. Jó, hát ez milyen... Mennyire nem kedvesek ezek, olyan kegyetlenek ezek a szavak. Köszönöm. Poppy a LoL of Legends-ben mindig felajánl egy helyet nekem a top lane-em mellette, de én igazából junglernek születtem. És hogy még rosszabbnak legyenek a helyzetek... Micsoda? Milyen titkos, elrejtett folyosóról beszél? A herbológia professzor Garlic előtt veszélyes növényeket tartott ott. Senki nem mer oda többé belépni, mert hogy elárasztották a növények az egész helyet. Aha. Értem, szóval, hogy arról akar bizonyítékot mutatni másoknak, hogy ő bemert oda menni, és erről kellene nekem kihoznom onnan bizonyítékot. Ilyen már kis haver, azért más tollával ékeskedni, te most gyakorlatilag más péniszével vered a csalánt, ugye? Én nem tudom. Hát én ezt így el kell, hogy fogadjam, de amúgy megmondanám neki, hogy mész a fenébe, te kis szemétládat, te kis Puff Skein Duncan. Megfordulna, még segbe is rúgnám, hogy de menjél befele a növényeket, szedjed összefelé. Olaf a főnök, így megkérdezni, gyerek. Lolt emleget? Nem, ő beszélt a Poppyról, hogy a top lane-en akar játszani, de túl gyávának gondolják, meg amúgy is junglernek született a gyerek. Puff Skein Duncan. Aranyanyám, hallod, ez a Puff Skein már nem szűz, lehetne mondani, csak... Nem vagyok benne biztos, hogy lányjal vesztettem. Itt ez a lát... Nem, ez még nem nyitható. Ide sem lehet bejönni? Nem. Te is melléküldizni akarsz? Igen, brilliáns minden, szavasz Nelly. Jó, de inkább vegyük fel, mint hogy itt hagyjuk, nem? De rendben, igen, igen, sajnálom. Nelly vagyok amúgy. Az elefánt. Volt egy ilyen dal régen, nem? Ilyen kulcsok, a Daedalian kulcsok. Biztos látod őket itt szádogálni. A Moll valami régi igazgatónő. Ilyen bizonyos lezárt kabineteket. Gondolom szekrényeket szeretett volna megbűbájolni ezekkel a kulcsokkal, csak az nyithassa ki.
És el kell őket kapdosni. Valahol a kastélyban mindegyik kulcsnak van egy ilyen szekrénye. Jó, oké, mehet. Vakon professzor, köszönöm. Szia, Iabály, hogy vagy, mi a helyzet? Miket kellene hallgatnom? Oké, bármit találunk benne, tudni szeretné, hogy mit találunk ott. Hát nem kéne hagyni a melléküldiket, úgyhogy menjünk, aztán majd valamikor. Meg amúgy ez a növényes hely is érdekesnek ígérkezik, úgyhogy először is találjuk meg a Daedalian kulcsot az Astromókus toronyban. Állítólag itt kell kijönni hozzá, és ide be kell mennem. Valószínűleg fast travel-le gyorsabban. Ja, cica, na hát. Gyorsabban odaérhetnék, de így is jó lesz. Precisely. Micsoda? Kis szőrcsomó állat? Milyen szőrcsomó állat? Vakon professzor? Nem. Hát, jó, lehet, hogy úgy tűnik, hogy szőrcsomó. Igazából nagyon sejmes kis bundájuk van, aranyosak a vakondok, de szőrcsomónak azért nem hívnám. Hát ilyen kis apró testűek egyébként, nem nagy állat a vakond. Jaj, most még egy mellékküldetés lesz fölöttem pont. Ez nem lehet igaz. De hát az előbb azt mondta, hogy 6x6-os, és akkor most meg már ez... Itt lakik valaki? Nem. Ez még föntebb van. Szerintem egymás után három mellékküldit találok. Na te ki vagy? Nem te vagy ez a... A Plumly Arthur, de hogy nem? Hívtál? Igen. Mondtam, hogy érdekelne, hogy csatlakozz hozzám egy kis kalandra. Ez egy ajánlat? Egy kincses térképet keresni, vagy kutatni, vagyis egy követni. Kicsit nyugisabb, mint egy trollal megküzdeni. Poppitól megkérdeztem, hogy átadná a helyet a toplinen, de nagyobb volt a skin ereje, úgyhogy végül is a térképen kettő lokációt találtam Roxford környékén. Szeretnéd megnézni őket? Ja, persze. És Frankon bevezettek oda a Summoner's Valley-be? Megtarthatsz mindent, amit ott találsz. Aha, jó. Én meg azzal is megelégszem, hogy tudom, hogy hová vezet. Hát nyilván azért nincsenek ott nagy rejtett ösvények. Felülről látszik az egész. Előbb-utóbb belebotlasz az enemy nexusba, de előtte néhány toronyba. A vakond a legcukibb és védett is amúgy. Na, akkor nagyon vigyázzatok rá. Nem kéne a spoiler? De még nem kezdtél el játszani ezzel a játékkal? Mert akkor most neked az egész internet egy spoiler. Vész. Erekció. Nem? Ott van egy ajtó, ezt most csak meg kell néznem? De minek rakták oda a kurzort? Szóval be kell fordulni a rinocéros után. Vagy ez nem is rinocéros, ez a rinocénosz. Igen, és akkor ott fordítsd el balra. Ez egy ilyen here elkapó mozdulat, látod, amikor itt lóg a zacsi le, akkor ilyen alsó madárfogásba rányúlsz, és akkor keményen megmarkolod, de úgy, hogy a... Na mindegy, értitek? Kibudjanjon az ujjak között. És miután ezt megcsináltad, az ajtóhoz menjél el. Jó, majd megcsinálom. Nekem csak PS4 van, úgy tudom, áprilisban érkezik oda. Ja, itt már sokan mondták, hogy bár csak PS4-re is kijött volna már. Na, map. Hogyan tudom a questeket állítgatni? Nem, a térképet akarom. Jó, azt mondja, hogy a titka restricted. Mi? Level 3-as küldetés? Hát én meg már 22-es vagyok mindjárt. Daedalian kulcsok. Igen, a kulcsok miatt jöttem az Astromókus toronyba. És akkor ezt mutassuk először. Három mellé küldetés fogunk rögtön gyors egymás utánban teljesíteni, és a következő epizódba fog ma este már beleférni csak, ha jól sejtem, a fő küldetésen való előrehaladás. Nagyon sok mellékküldit kaptunk, és nem akarom őket ugyanis kihagyni. Azt mondja, hogy erre jöjjek fel a Daedalian kulcshoz. Az Astromókus toronyban. Jaj, ez is ad egy izét. Bizony, hogy adám. Lehet, hogy itt még nem is jártam. Pedig mondták majd, hogy majd a... Mi volt a gyerek neve? Amit? Vagy valami ilyesmi. A Ravenclaw háznak ugye ő az NPC-je, akivel nagy haverságba kerülhetünk. És ott pedig van fent megint valami. Jó.
De olyan egyébként ez a hely, ez a Roxford, hogy mint hogyha sehol nem lenne úgy vége. Hát úgy mondom, hogy mindig van fölötted, mindig van alattad, mindig van valami a fal mögött, mindig van valami valahol. Ja Istenem, ez egy levágott fejű ember. Sokalom. Nem barátkozom vele még a végig. Ja, ez a jelenet a Hobbitból. Emlékeztek, amikor Bilbo Baggins táncikál középen, ezek a izék, a trollok meg verik szét a fejét. Ez tök menő. Hát ezt már megírta a Tolkien úr, ugye? Ez Barnabás, a barom. Igen, hát igazából Bilbo Baggins. Az alliteráció az ugye megegyezik belőle. Jól van. Megyegetünk fölfelé, már csak 17 méter, ahova meg kell találnia valamit is. Azt szerintem ott akció lesz. Mutasd. Lehet célozva? Nem vehetem el a kezéből azt a bigyulán. És hogyha itt megtekersz minden ilyen kis atompályát az atommag körül, az elektronok azok így egyből felzúgnak. Jaj, hallottad ezt? Mit találtam? Ez egy kulcs. Hová fog vezetni? Ti is láttátok, hogy lejött valahová? Ott megy a kis... és kinyitja ezt a... Na hát... De hogy juttatom bele őt oda? Meg kell szleppelni? Jaj, ne, megütötte. Várjál, most átmegy balra. Irányítani nem nagyon lehet. És ha megszleppeled, ó, amikor éppen átmenne, akkor itt beleütöd. Hát ez érdekes. Hoppá! Lecsaptam, hallod, mint a királykobra. Úgy martam bele oda a lyukba. Az igen. Wow. Hát nem mondom. Fiatalkori skilljeim azért még megvannak, na. Wow. Nem gondoltam volna. Egy szempillantás alatt megtörtént a dolog. Nem is érdekel, hogy mi volt benne. Szórakoztató volt arra betalálni. Hát mondjuk igen, az mindig sok esetben ugye az ember úgy van vele, hogy maga a hajtás folyamata, meg a betaláció az izgalmasabb, mint amikor már ott van a dolog az ölünkben. Itt lent ez? Igen. Tehát hogy maga a vadászat, ugye a préda elejtése és nem pedig maga a cél. Ez... Erre akar levinni? És itt mi van? Ez milyen láda? A király kis játék mindent összevetve, én nagyon, nagyon kedvelem ezt a... Fogalmam sincs, mit csinálok és hova megyek, de csinálok mindent is egyszerre dolgot. Aha, ott van fent egy nagy láda. És ezzel most ez a küldetés, az meg is volt, egy tokent kaptam. Megyünk Nellyhez, az elefánthoz vissza. De nem is vagyunk bulik, most miért mondjátok? Lehet, hogy fast travel-el lenne a leggyorsabb, de hát akkor meg nem sikerülne memorizálni az egész Roxfortot, nem? Milyen szép márványból vannak ezek itt. Hát igazából nem is márvány. Szerintem az is lehet, hogy ez a hely ez nem is létezik. Tehát úgy mondom, hogy lehet, hogy ez csak egy bűbáj az egész, nem? Azt mondta, hogy a rinocérosznál... Forduljak balra. Igaz? Ez már a másik mellékküldetés viszont. Véletlen belefutottam a rinocéroszba. Akkor nézzük csak ezt meg. Ez a cache. Igen. Treasure mapról. Találjuk meg a másodikat. De ezzel is fog vezetni oda. Dragon Fountain-t kell keresnem. Cica. Jaj, még megáll és nézelődik ki, ha nagyon várná a simit. És akkor itt van a második. Igen, már egyre közelebb vagyunk. És ez az ajtó nyitja. Igen, megtaláltam a na jó, adjuk neki oda, tessék. Bejutottam az árjába. És mit találtál benne? Valamilyen tokent. Valamelyik házhoz. Biztos vagyok benne, hogy ilyen házládákat nyit.
Én hívom őket úgy. Láttam egyet a Gryffindorban. És azt láttam, hogy a többiekében is van egy-egy olyan. Remélem, hogy folytatod. Biztos, hogy hatalmas nagy a jutalom, hogyha ezt megcsinálod és folytatod meg minden. Mert hogy nagyon sok erőfeszítés kell, hogy ezt a küldetést befejezhessd. Nem ezt nyitotta? Dehogy nem. És akkor lesz itt egy titkos... valami. De hát ez... azért is nehéz, mert... amit láttunk, az csak egy kis ajtó volt, nem? Meg kéne nézni még egyszer a térképet. Most azt mondja, hogy valahol itt van. Keresnem kellene egy lépcsőt, amin felmegyek, azt mondja a játék. Egy lépcsőt, amin felmegyek. Ott van egy... Field Guide Page. Ez egy eltört... seprű. Milyen érdekes egy seprű, nem? Üvegben van rakva az alja. Ura cucc, vajon akkor is ilyen volt, amikor még működött? Hát, hogy üvegből volt a külseje. Keresünk egy felfelé vezetőt, lépcsőt. Az mi ott lent? Ott vannak lent érdekességek, de nem arra megyünk egyelőre. Hanem keresünk egy felfelé vezető lépcsősort. Ez megint felvisz a izébe? Várjál, ezzel kinyithatom a... nem, ez nem tokenes. Itt vannak a brekuszok, itt nyomják. Szebben énekelnek, mint bármilyen ember állítólag. Ez level 1 lokkos. Szerintem felfele megyek megint oda, ahova nem akarok felmenni mi. Hogy állítólag kell egy másik spell, amivel lehetne a helyére tenni itt egy ilyen harangbigyót. Egyet már sikerült a helyére betenni, és látjátok, egy meg hiányzik, azért hiányzik, mert hiába ráncigáltam, ezt nem tudtam megcsinálni. Nem lehet, hogy fel kell jönnöm ide, és ez lesz a küldi. Nem, mert innen is kiszedtem már mindent. De hova raktuk le azt a harangbigyót? Revelia. Ott, ja nem, azok már azok, amik a helyükön vannak. Az mi? Ja, az a foglalat, ahova be kell helyezni. Rókinak vagy minek is Biblia volt a neve? Nem. A Biblia az egy könyv. Nagyon sokáig írták. Hát gyakorlatilag egy ilyen irodalmi szöveggyűjtemény. Nagyon messzire visszamenőleg az időben. Ilyen a közel-keletről. Az eleje. Hát ami meg utána van. Kicsit szar lett a vége. Aha. Hol lehet vajon a... itt is van rinocérosz. Pedig bent vagyunk azon a területen, amit a küldetés akar, csak nem találjuk azt a pontos helyet, amit szeretnének. Nem protégó. Lumos. Meg kell találnunk a... lucernát ott a sarokban. Jó. Micsoda? Ez a stairwell. Ez tűnik ígéretesnek. Pont ez itt fent. Várjál, mert akkor most több dolgot is keresek. Ez úgy tűnik, mint a portré a képről. De hol lehet a kincs? Itt te mögött, miért? Ott van mögötte. De csak tippeltem amúgy. Valahogy be kell oda jutnom. Reparen? Nem, ez a begyújtósz fel. Ott fönt az. Wow! Merőség! Tényleg volt egy titkos ajtó mögötte. Azt a... ez valami történész ruha, amit magamra vehetek mostantól. Király! És akkor el kell ezt vinnem Arthur Plumlinak, aki majd megmondja, hogy milyen boldog, hogy ezt megcsináltam. De viszont volt egy ilyen rész, ahol lehetett látni... idebe menjek? Egy virágot, és annak a virágnak van egy... a moly bigyója. A moly bigyóhoz visszamegyünk. Szevasz, depressziócska, hogy vagy, mi a helyzet? Eredeti arámiaiul íródott. Én nem ismerem a földrajzot. Nekem mindig az volt a leggyengébb. Tárgyam. Hát mondjuk ebbe az is közrejátszott, hogy a tanár úr nem nagyon tanította. Itt is van valami. Meg hogy...
Három különböző tanár tanította három év alatt. És egyik sem tudta, hogy hol hagytuk abba a másikkal. Ez mi lehet itt vajon? Na hát... Mi, ráincendióztam a sárkányra véletlen, és tényleg ez kellett ide? Hát de jó. Ez amúgy a reparent akartam rákenni, csak elfelejtettem, hogy az R2X-re már ugye a másik spellet betéve. És tök szerencse volt, hogy most a gyújtás adta meg a továbbjutást. Arthur Plumleyhoz kellene visszamenni. Nem találtuk meg azt a virágbigyót. Sajna, pedig közelben jártam, de már elkeveredtem. És azt sem tudom, hogy merre menjek tovább. Ez level 1-es lokkos. Néhol vannak még azért betöltési problémák, hiába az SSD. Ez még azért nem a perfekt betöltési téma. Hiába azért még optimalizálni kell a játékot, ennyi hibája biztosan van. A több nincs is. Reparent akartál, végül tüzes lett. Ahogy mondom. Arámiai egy holt nyelv. 2000 éve beszélték utoljára. Az nem semmi. Izgin hangzik amúgy. Ebben nincs semmi. Na azt inkább ne fújjuk meg, mert Ragnar visszajön a halálból. És hogyha ide kimennék. Ó, na hát ide még nem is jöttem ki eddig. Vagy de? Jó, nem érdekel, sziasztok, most kiszöktem az iskolába, viszlát, és többet vissza se jövünk. Ez lesz a mi történetünk vadmágusokként, kóbormágusokként, boszorkányokként. Ez kicsoda? Itt fognak megtanítani minket repkedni majd, mert itt van a repülés osztályterem. Hát kicsit rendhagyó teremnek hívni, de higgyétek el, hogy olyan. Asztal, de hiszen itt van kint egy vízi malom. Mondjuk malom nincs rajta, de vízi. Mondjuk víz sem nagyon van, csak az eső esik. Akkor lehet, hogy egyik se. Itt ilyen állatokat tartanak karámban, amik nem is látszódnak. Ez nem a láthatat... Mi ez? Azt hittem, hogy ott jön egy mosómedve. Erre egy vödör. Hát... Mondjuk ebben a világban bármelyik lehet a kettő. Itt is level 1 zárak vannak. Nem akarsz te oda bemenni. De be akarnál, mert az a láda, az nagy skineket rejt neked. Tök jó, hogy itt nem poncsókat kapsz ebben a Mi volt ez? Rebellion. Hallottátok ti is? Valami megtámadott. Aha, ez itt a hihetetlen vadállatok leküzdése. Hagrid meg itt fog lakni valahol. Szia, Kovilir, mi a helyzet? Hogy vagy? Keresnem lörkölő streamet esti munka mellé, mindenki ezt, hogy gondolom, akkor nálad próbálom meg, bár nem szeretem. Miért? Próbáltad már esetleg? Én is úgy vagyok vele, hogy nem váltott ki belőlem semmilyen érdeklődés kb. A játék így előzetesen, amíg ki nem próbáltam. Mert Harry Potter. És akkor azért szar. Nem tudom, meddig maradok. Figyelj, szerintem egyébként tök jó benne felfedezni, tök érdekes a játék világa, tök jók benne a varázslatok. Ez mi? Ez sötét varázslatok kivédése lesz, ugye? Ez a pungens passzázs. Ez arra való, hogy megbüdösödsz, hogyha átjössz rajta. Nem vagyok fantasy rajongó. Akkor te csak a science fiction szereted? Oda kell menni, ahol a kentaur áll. A király, hogy még él. Csak már nem annyira. A kentaur? Vajon hol lakhat a kentaur? Lehet, hogy ez csak képről lehet megtalálni. Ott van a vasszűz, amit már mindenki ismeri, cicák laknak. Kifejezetten mutat a fantasy. Mi a különbség a fantasy és a... mondjuk a science fiction között így... érdeklődésben. Tehát, hogy mi a különbség egy lézerágyú, vagy egy olyan spell között, ami lézert lő ki egy varázspálcából? Rebellion. Felrevelióztam itt mindent reparen ezek nagyokba. Menjünk vissza akkor Arthur Plumleyhoz. Azt se tudom már, hogy hol vagyok. Már kettő kép mellett elmentem. A molyokat nem lejjük. Ezek most nehezebbek, mint eddig voltak. Science fiction sem a lézerágyú érdekel, jótól kérdezett. Na, akkor mi érdekel a sci-fiben? Mesélj már. Én tényleg kíváncsi vagyok, nem kötekedésből amúgy, abszolút.
Weather Shapeshifter a mosómedve, arra vár, hogy odalép, egyből bokára megy, azt biztos ki is rágja az inadat, onnantól nem jössz ki teljelve. Reakciózok erre a gömbre. Meg szétreveli zálom itt a dolgokat. Leviószózom. Hát nem. És ha ide bejövök? Ide bejöttem már valaha? Vagy ez teljesen új terület? Nem, itt is csak egy zárral van ellátva minden. 31 méter, tessék, megérkeztem. És ez mi? Jaj, ez megint olyan puzzle room. Szevasz, Arthur. Gondoltam, tudni szeretnéd, hogy hová vezetett a portrén belül a kincses térképed. Ó, az enyém a boathouse-ba ment. Aha. Az igazgató kiküldött onnan, de azért néhány zsetont kiszedtem onnan, míg miatt azt megtettem volna. Á, autentikus történész uniform is találtam, az milyen szerencsés. Akkor mind a kettőnk szerencsével jár. Örültem, hogy hívtalak, hogy csatlakozz hozzám. Akkor mehet a következő. Azt mondta, hogy Weasleynek az office-ába fog bemenni? Na, álljunk csak meg, barátocskám. Science fiction egy játszótér különböző érdekes gondolatkísérleteknek, nem kell hozzá lézerágyú, vagy mindent uraló valami. Emi, mesterséges intelligencia. Egyetértek. Egyik fejlett technológia, másik meg fejlett mágia. Valamit csak fura lényeket tartalmaz, aztán ugyanúgy szívás, mint a valóság. Érdekes indokok feszülnek egymásnak. Be kell rakni a house chestbe a tokent, de előbb meg kéne keresni a titkos herbológia korridort. Az vicces volna. Nézzük csak meg. Az a folyosó kell most nekünk, ahol elburjánzottak az állatok. És haladtunk volna most a főküldi pont. Nem messzire, aha. Menjünk herbológiázunk akkor egy picit. Nagyon furcsák ezek a kis papírállatok, amiket itt origamiztak a helyi origami órások, tudod, a táncparketteremben. Ott az Ex Machina, arról szól, mitől vagyunk emberek, mint minden robotos történet, nem a robot a lényeg. Ex Machina? Amikor a gyerek elmegy a fejlesztőként abba a házba, a nagy tudóshoz, és akkor androidjai vannak, és akkor beleszeret az android csajba. Azt a filmet én valamiért nem szerettem. Jó volt a témája, hogyha ez az. Science fiction is lehet misztikum, Star Wars esetben az erő, Dűne történetekben a fűszer. Tehetem a fantasy-t, van benne valami horrorisztikusan, és a Harry Potter nem horror. Hát hogyha a Harry Potter horror lenne, akkor szerintem nem ment volna akkor át, mert a gyerekeknek nem mutogatták volna, ugye. Nem lett volna sok iskolában mondjuk kötelező olvasmány. Erre még nem jártunk itt a herbológia tanszéken. Hát ez gyönyörű ez a hely, menj már. 80 méterre lefele fogok menni, bár innen nem fogok lefele menni, de nem baj az. És mindenhová szabad a bejárás. Ez a növényház. Na hát. Itt van valami, ezt felfedem. Ez a hatalmas fa nagyon mélyre nyúló gyökerekkel rendelkezik. És az iskola kazamatáiban állnak ezek a gyökerek meg. Nice. Mostantól fast travel-ozhetek ide. Hatalmas különbség valójában nincs, csak a csomagolás más. Én is így érzem, hogy mind a kettőnek van létjogosultsága, és hogy mind a kettő lehet marhára érdekes és totál király. Én nagyon szeretem a fantasy-t is, nagyon szeretem a science fiction-t is. Bár a science fiction egy kicsit közelebb áll az én szívemhez is, de azért egy gyűrűk urát nem lehet nem szeretni. Ezzel nem azt mondja, hogy a fantasy nem jó. Ja. Ne, senki nem vette szerintem offenzívnek. Vasarold a Warhammer világát. Tehát a 40k az a science fiction, a sima az meg a fantasy, nem? Tehát hogy azt ilyen vegyesbe csinálták szándékosan. Azt mondja, hogy találjuk meg a titkos herbológia korridort, a persze, hogy 51 méterre kell lemennem. Nem lehet, hogy mindenképpen innen kintről kell ezt bejárni, de szerintem de.
Igen, tényleg a kamera vezérlése kicsit lehetett volna jobb a játékban olyan szempontból, hogy közelebb helyezted, vagy lenne olyan opció, hogy legyen vál kamera, ugye? Tehát, hogy sokkal közelebbre hozza, mert nagyobb teret látnánk be, és jobban látnánk, hogy mi van fölöttünk. Mert amúgy biztos vagyok benne, hogy csomó helyen ilyen tök gyönyörű, meg tök érdekes, hogy mi van a plafonon, és ezt így nem támogatja ugye a kamera nézet sajna ebből a szemszögből, ebből a TPS nagyon hátra helyezett kamera nézetből. Ezt én, mint opciót tökre beletenném ebbe a játékba, de hát biztos okkal csinálták ilyenre. Igen, sokat kell felfele nézni, tényleg. Ez még nem tűnt fel. De az biztos, hogy a közelebbi kamera megkönnyítené, mert akkor csak ilyen kisebbeket kellene ugye fölfelé emelgetni. Itt is van valami. Ez egy famacska. Egy fapuma! Wow, 14 per 50. Még a végén tényleg összeszedek mindent itt a környéken. És akkor hátrafele megyünk. Itt ki és jobbra befelé. Érdekes, hogy innen vezetnek be minket. Ugyanarra a helyre kerülünk, csak nem belülről, hanem kívülről. Valószínűleg a bejárat itt lesz kívül. Azért nézzünk meg mindent alaposan, hogy merre is állunk arccal, mert nem tudom, mennyire sűrűn fogunk ide bejönni. Ide nem dugtak el semmit. Ó, valami gyanús itt. Valami nagyon-nagyon-nagyon gyanús. Hoppácska! Wow! Az igen kemény, legendárius árbajkesztyű. Menőség. Tudtam, hogy be kell menni oda a lyukba. Azt azonnal vegyük is felfelé, figyelj csak. 14-es szintű, 42-es. 20-szal lesz több a sebzésed. Az nem szar kategóriát jelent már. Ez igen komoly. Na, hát egyre jobbak a cuccaink, miközben még mindig a level 3-as főküldetést kellene teljesíteni. Én nem tudok elképzelni embert, aki csak fogta magát, és tényleg level 3-ig jutott el, amíg idáig eljött. Tehát, hogy ez a játék annyira adja magát, hogy így menj is, és fedezd fel, és keresd dolgokat, és lepődj meg rajta, és szerintem ez egy nagyon király kis dolog ebben. És nem tudom elképzelni, hogy valaki esetleg ezt így kihagyta esetleg. Ott is van a level 15. Ha ezt felvettem volna előbb, akkor a legendárius sumo az lehet, hogy level 15-re adta volna meg. Speedrunban nem tudnám játszani. Hát, ja, én sem. Engem mutat utána végig, ezt Szifiről beszéltem. Bence, ne kötekedjél már, légy szíves. Arra, hogy nem kell egy science fiction, mindent uraló mesterséges intelligencia mesterség. Igen. Igen. De hát most ebben minek álltunk bele? Én ezt nem értem, Bence. Hát ez most csak egy példa volt az 1000-ből. Na hát, ezek ilyen méhkaptárok. Ezekből szedik a Roxfort mézet. Rebellion. Itt semmit nem látunk. Nem, csak tudod, sokkal jobban szeretem, amikor valaki úgy mondja el a véleményét, hogy abból nem tűnik úgy, hogy kötekedni akar, vagy valami ilyesmi. Szerintem sokkal jobb, hogyha az emberek beszélgetnek és intelligensen megosztják egymással a nézőpontjaikat a dolgokról, és nem félreérthetően beszélnek egymással, mert abból csak feszültség lesz, és azt meg senki nem szereti, hogyha feszültség van egy szuper játék alatt. Így sok hétköznapi? Nem tudom. Hétköznapi? Vagy nem tudom. Mindegy, szóval, hogy több gyermekes szülő nem teheti meg, hogy megveszi, már pedig szeretnék megvenni. A játékról beszélünk? Erről, amit most játszunk? Bocsánat, hogyha elkalandoztunk, mert itt most már fantasy meg science fiction tematikák is vannak. Oda be kell, hogy menjünk, csak erre kíváncsi vagyok, hogy ez micsoda. Ezt lehet, hogy helyre kell... Nem, ez valami más. Ezen valamit használni kell. Szerintem még nincs olyan spellem, ami ezen segítene. Lehet, hogy azt akarja, hogy... És akkor ezt le kell égetni? Wow! Láttátok, hogy a header a Helix az úgynevezett borostyán ugyan égett semmivé a szemünk előtt? És ide, hogyha bemész, akkor ez egy dungeon?
Valaki letolta a sztorit, és a mellékülnek utána állt neki, gondolom sztorira is eléggé kíváncsi lehetett, mondjuk nem lennék képes. Nem, szerintem inkább itt az lehet, mint amit Ceres is szokott csinálni, hogy azért szalad végig egy történeten gyorsan, hogy ne futhasson bele spoilerekbe, tudod? És akkor utána már mindent tudsz, utána már csak a melléküldik jönnek a második végjátszásban. Ez mi? Lehet, hogy be kell gyújtani az összes ilyet? Meglumoszolom. Itt sokkal fluidabb a játék ezeken a kisebb tereken, mint a Roxfordban. Azért az ott egy elég nagy, eléggé nagy tér, ugye? Szia Sabina, szép estét neked! Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Devil's snare, ez valami ördögszorongatás? Igen, szóval, hogy a sötétben terem. Nagyon szépen köszönöm PC Fightersnek a 8. hónapi feliratkozását. Ha egy pár jó helyre megy, a sose rossz, úgy hallottam. Nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Igazán nagyon-nagyon köszönöm. Remélem, hogy jól vagy, PC Fighters. Mesélj, mi a helyzet? Én a robotban 3 törvényt zseniálisan játszották ki, ez már elég klassz látom, és akciófilm is volt. Elég küldik nélkül nem is tudnád csomó spellt unlockolni. Aha, de gondolom, hogy a játék nem, a végjátszás nem azon áll, hogy most mellé, ilyen kisebb spellek, vagy mit tudom én, gyereket megszerzel, vagy sem. Ezeket nem nagyon lehet leégetni. De nem szeretik a fényt. Aha. Beengednek, hogyha fénnyel mész be oda. Királyság. Nem volt ott valami, amit... Jó, akkor ne piszkáljuk. Azt hiszem, hogy megbántott. Erre lehetne nyomni... Incendiót? Igen. Tök jól néznek ki ezek a gyökerek. Nagyon tetszik. Ott van fent egy láda. Igen, igen, oda át kell majd mennünk. Gondolom, hogy ha itt felmegyek, pontosan oda fogok szembe átvezetni. Lehet, hogy ugranom is kell majd egyet. Szerintem valamilyen tényleg ilyen dungeon feeling lehet. És hogyha azt begyújtod, ott látod? Akkor ez majd hátra, aha, fogja küldeni a többit. Meg ezt is. Tetszik, tetszik a kitaláció, szerintem marha jó. És így, hogy begyújtottál mindent, már veheted elő a ládát. De lehet-e olyat csinálni, hogy mondjuk ráakciózol a ládára? Nem. Át tudok ugrani? Aha, tehát van ugrásom, csak ritkán használjuk, ugye? Ez valamilyen silver wooden spectacle. Fel is rakhatjuk az arcunkra. Azt mondja, hogy... Melyik az? Ez lesz az. Aha, a defense megnőne 28-szal. Hát az kegyetlenül nagy. Az sokkal-sokkal több, azonnal tegyük fel, és állítsunk egy skint hozzá, hogy valami normálisabban kinéző legyen, így. Randy check. Oké, meg is vagyunk. Amúgy nagyon kis kedves karaktert raktunk össze, úgy mondom, egy kinézet ügyre. Tök aranyos kis csaj. Megint ráléptem valamire, amire tökre nem akartam volna rálépni. Jó, maradjunk itt a Lumiával a kezünkben. Meg szétreveliózzuk a mindent is. Remélem, itt átengednek szép lassan. Na, az mi lesz? Szétlövök a francba mindent is. Meg begyújtunk itt mindent is. Arra kell menni, ott lesz a nagy növény. Amiből gondolom, hogy kell nekünk egy... Ez mi? Érdekes. Amiből kell nekünk majd valami bizonyíték. Mondjuk, hogy valamilyen ládát véd ez a... Devil Snare. Szóval, hogyha nem tudja begyújtani. Talán a másik oldalról megpróbálom ugyanezt. Áó! Szuper agresszívek. És hogyha mindent begyújtanád... Érdekes, de nem akarja. Nem tud annyit a game, mint az ára? Mármint, hogy a játék, ez, amire... Ó, nézd, ott is be lehet valamit gyújtani. Úgy érzed, hogy nincs benne annyi móka faktor?
És hogyha azt leviószáznám, vagy esetleg ez. Nem, ez nem ilyen egyszerű. Az a kidőlt oszlop az nem fog nekünk már segíteni, vagy ha segíten, akkor nem innen tenni. Mi van a ládában? Ó, ez valamilyen flat cap. Azt senki nem akarja használni. Miért mondod ezt, Sőke Márton? Mi ez a negatív hozzáállás, kérem? Mentesüljünk tőle. Lumos. A másik oldalon átmegyünk. Hát, ha innen jobban sikerül. Nem vagyok benne biztos, hogy mindegyiket be kell gyújtani. Aha, most már innen sikerül. Na. Úgy, oké. És akkor most minden világít, minden össze van szedve. Aha, most akkor ezzel visszament. Értem. Ezt kellett volna megcsinálni, alapvetően nem feltétlenül a Lumiával akciózni, de belefér. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Megjavítani nem lehet. Azt mondta, hogy Reparennel próbálkozzak rajta. Lehet, hogy meg lehet. De nem hiszem, hogy szükség van rá, mert átmentem és megcsináltam a ládát. Szevasz, Niels. Aha, és abból ki kéne vennem, de az nem olyannak tűnik, mint amitől te elveszel valamit. Az inkább néz ki olyannak, mint ami tőled veszel. Mondjuk életet. Így sokat. Na hát, találtam némi galiont. Reggel el sem megy a tüzem. Lehet, hogy ez csak egy ilyen rövid távú spell, amúgy. Na, gyerünk. Miért nem akar visszahúzódni? Na így majd szépen visszafog. Párhuzamban ugyanez. Érdekes, de nem kapja el. Ez hogy lehet? Na így már ez is megvan. Be akarok világítani mindent, mert nem vagyok benne biztos, hogyha menekülök, akkor nem kap el ez a förmedvény. És itt mi van? Ó, itt lehet kimenni az instából. Tehát raktak egy ilyen kijáratot. Ilyen még nem volt soha, hogy a játékban így dungeon-öztünk volna. Gyereket idáig kellett volna segbe rúdosni maga hozzá a növényt magának, hát de ő gyáva volt. Nem vagyok negatív, de ez nem egy open world így első ránézésre. Hát mondjuk lehet, hogy nem első ránézésre kellene megítélned egy játékot, hogy open world-e vagy sem, hanem lehet, hogy el kéne olvasnod mondjuk a Wikipédiát, hogy open worldnek írják-e, vagy sem, érted? Mert azért, hát, na. Na csod, meg lehet szomjas. Inkább oda megyek és megpróbálom elvenni tőle, hát ha rám harap. Nem, ez ennyi volt. Nem volt túl agresszív. Menjünk vissza Duncanhez. Mi van, hogyha még mindig a tutoriálban vagyunk például? Ezt így első blikre így bemondani, hogy szerintem ez nem open world, hát miért nem? Honnan tudod, hogy mi vár a térképen még ránk? Érted, mit mondok? Revelia. Ezeket lehet, hogy... Aha! Be kell gyújtani. És akkor kivehetsz belőle valamit. Nem, csak az egyiket tudtam így. Revelia. Ez hogy lehet? Szerintem itt van még egy csomó. Incendio. Érdekes. És ebből is kivenném, ami kell. Vagy lehet, hogy csak annyi a lényeg, hogy menjél közel hozzá és szed ki, ami... Ahogy kiveszed belőle a lényeget, egyből eltűnik. Jó, így már egy kicsit könnyebb a dolog. Nézd, mekkora láda. Ott is van végre a tündér varázsló sityak, amire mindenki annyira vágyott már. Fókuszban kell lennie a körvonalakkal? Nem, csak oda kellett menni hozzá, és le kellett szedni róla. És ez még le van zárva, mert ez legendás 17-es Sorcerer Cap. Nem vagyunk annyira messze, de nézd meg! Az a legdurvább, hogy a védelmünket további 30 ponttal fogja majd megtolni. Ezzel igazán szupermágusokká fogunk elő avanzsálódni majd. Ezek szerint ez a növény nem bántja az embert, csak úgy néz ki, mintha megtenné, de amúgy nem teszi meg. A szája nagy, de... Hát tudod, amelyik kutya ugat, az nem harap. Ezt szokták mondani. Varázslathoz a fákjánál is úgy volt. Ja, az lehet közben, igen. Innen jöttünk le, ez volt a titkos korridor. És ha ide bemész... Itt vannak dolgok, amiket fel lehet venni.
Picser koppintás. Istenem Márton. Ezt nem is akarom kommentálni, ne haragudj. Ezek valamiféle szilvák. Most azt nem értem, hogy miért mentél bele Márton abba a témába, hogy sok szülő nem engedheti meg magának, mert hogy mennyire szeretnéd megvenni a gyereknek. Aztán közben meg elkezdett fikázni, hogy hát ez nem ér annyit, hát ez nem open world, hát ez bizony Witcher kópia. Ilyen hülyeségek, hagyjuk már. Arra úgy nem akarom szarba venni a véleményed, de abszolút annak ítélem. Nos, vigyük vissza, amiket találtunk. És ezzel a maradék, tehát a 6-ból még 2 mellékküldetést is teljesítünk. Megártott a szesz? Figyelj, akkor inkább menj a kocsmába beszélgetni szerintem. Ne ide önts ki, jó? Ha nem bánod. Oké, ez nem az a hely, nálunk itt a vészkórusban, ahol az emberek bejönnek és mint egy késdobálóba így beböfögik a szart. Rendítsek? ...93 méterre vagyunk már csupán. Duncan-től a, hát, sokak által félősnek ítélt kisfiútól, ugye? Have you found anything to, prove... Hello, Duncan. Szevasz, Duncan. Megvan a bizonyíték, amit kértél. Must have been a giant venomous tentacular. Igen, egy hatalmas mérgező tentákula. Többet is hoztam, mint amire számítottam. Tudtam, hogy te vagy az, akit meg kell, hogy kérjelek. Nagyon örülök neki, hogy ezt elhoztad igazán. Hát figyelj, én meg mondanám, hogy boldog vagyok, hogy segíthettem, de nem vagyok biztos még veled kapcsolatban. Azért az nincsen rendjén, hogy ez a gyerek. Aha, szóval, hogyha ma este megmutatja mindenkinek a Common Roomban, hogy mit szerzett, majd Bece nevét el fogják felejteni örökre. Kösz, és legyen szép napot. Tudom, hogy nekem jó lesz. Értem én, de figyelj, attól még nem volt igazságos. Haverkám, és mi lesz legközelebb? A legközelebb is problémád lesz, mások fogják helyetted megoldani? Ez így nem maradhat, Duncan. Ez egy jövőre nézve, ez neked nem egy építő dolog volt. Olvastad amúgy a kérdésem, vagy elpörgeted itt a csatán? Nem pörgetek, a kontroller van a kezemben. Mit kérdeztél, ne arra úgy, megismételnéd? Szia első isten, jó estét, hogy vagy ma este? Szia Nemo, jó estét neked is. Következő küldetésünk, azt már megcsináltuk, már csak le kellene adnunk. Nézzünk be, nem a gírbe, bocsánat, a questek közé. A Dédenien kulcsokkal, igen, a house chestbe kellene beilleszteni. Ezt szerintem akkor tudnánk a lehető leggyorsabban megtenni, hogyha fast travelöznénk oda, hova mennünk kell. Ha azt mondja a játék, hogy ide gyere fölfelé, akkor talán a legközelebbi... Az itt lenne. Ez az? Igen, a Common Room. Mehet. Nem küldte el valamiért az üzeneted. Legutolsó üzeneted az volt, hogy nem tetszett neked a gyűrűk ura. Oh. Mert nem a filmet kell megnézni, bár egyébként az is szerintem egy egész jó adaptáció lett, sőt. Megvannak a maga hibái persze, hanem a könyvet kell elolvasni. És ebbe a ládába kell beillesztenem. Ó, azt a mindenit, milyen sok kell hozzá. Wow, nézd. Hát ez volt egy darab ilyen token, amit a helyre tettünk. Az nem semmi. Hogyha nem PS5-re vetted meg a játékot, mondtad, hogy PC-n a betöltés nem annyira tökéletes SSD-n. Hát egyrészről PS-re a játékok sokkal-sokkal drágábbak, mint PC-re. Előrendelve is. Azt hiszem, hogy valami 50 és 55 közötti euróért vettem a játékot. Nem vagyok benne biztos, az a baj. Két szám van a fejemben, hogy vagy 46 euró volt előrendelve, vagy 56. Fogalmam nincs. Mindegy, a lényeg az, hogy olcsóbb volt így megvásárolni, mint PS-re lemezes verzióban, mert ott meg hát még főleg a digitális verzió.
PS Store-ban olyan gusztustalan árak peregnek, hogy az ember így meglepődik néha, hogy még a leakciózott ár is nagyon drága ár sok esetben szemben mondjuk egy PC-s játékkal. Ja, persze, mondjuk, hogyha összehasonlítást akarunk csinálni, akkor a Nintendo ugyanezt csinálja, ott fix 60 euró minden. De ott legalább nem szoktak olyan sűrűn fölélülni ennek, tehát ott nem egy 27 meg 30 ezer egy játék, hanem ott fixen berakják 60 euróra, éveken keresztül ugyanaz. Sokszor megvárok egy használt lemezt, és nagyon jól teszed. Igen, én is ezt szoktam nagyon sokszor csinálni, tökre érthető, és tökre logikus, hogyha valaki digitális konzol helyett inkább egy lemezes verziót választ. Pontosan ezen okból, hogy értelmesebb árakon tudjon hozzájutni egy játékhoz, és a játékok bizony megvárnak bennünket, úgyhogy tökre jól csinálod, és teljesen egyetértek. Az asztromókus szárnyba vissza kell mennünk Füge osztálytermébe. Jó, ezt trekkeljük ezt a questet. Oda, úgy. Streamerként nem mindig teheti meg valaki, hogy vár. Hát azt... Az meg ugye attól függ, hogy mennyire kell neked gyorsan az adott játékot, mennyire akarsz felülni a hullámra vele kapcsolatban. Van, akinek ez sikerül, valakinek meg abszolút nem. Most már olyan sokan streamelték ezt a játékot, látszik, hogy már ma is ki van fújva. Tehát ha megnézed, hogy most itt vagyunk 143-an, a hétvégén meg itt voltunk 250-en, tehát azért megvannak a különbségek, hogy már most látszik, hogy sokkal kevesebb az érdeklődő a játékkal kapcsolatosan, mint mondjuk akár egy héttel ezelőtt. Sokan beadják a lemezt, amit végigjátszották, legalább visszakapnak egy kicsit, hogy még olcsóban megszerzem. De jól teszed, persze. Sok csalás is van sajna ugye a általános pénzügyi helyzetnek köszönhetően. Manapság nagyon sokat látok, hogy elutalják a pénzt előre. Tudod, ilyen marketplace-es hirdetések a Facebookon, meg stb. Elutalják, és soha többet nem látják azt a figurát, akinek a kamu akuntjával átverés történt. Valahogy csak túl van árazva. Jól van, igen. Nem vagy a hype vonatos streamer, de némelyik hullámra kötelező felülni. Meg ezért engem is érdekel, tehát ne felejtsük el, hogy én sem vagyok robotból. Érted? Tehát, hogy én is kíváncsi vagyok, hogy mi miatt ég lázban az egész világ. Tehát például így, hogy a történet feléig olvastam is a Harry Potter franchise-t, és a gyerekkoromban nagyon szerettem. Persze, hogy engem is érdekel. És az is érdekel, vagy amiatt is érdekelt, mert eddig nem nagyon volt belőle olyan cím, ami felkeltette volna az érdeklődésemet, mármint játék tekintetben. És mivel annyira ismerem azért már a világát, hogy tudjam, hogy mármint itt halvány emlékeim vannak róla, hogy rohadt érdekes világa van, és nagyon fantáziadús és minden, hogy felkeltette az érdeklődésemet nekem is. Inkebben vigyázok, használt lemezt árusító boltban veszem meg kártyára, reklámot nem csinálok neki, nekem így egyszerű. Ez is egy verzió. Az is döntő pont, hogy mennyire friss egy játék újra új konzolra érdekel-e. Egyébként megvan bőven elég játék, pláne hogyha valaki indie játékokkal is játszik. Rengeteg játék van. Rengeteg. Szia őskaján, csáu. Na, 22 óra 54 perc van. Nem tudom, hogy most na, tudod mit? Még azért menjünk erre rá. Utána szünetelünk egyet. Füge úr. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. Okay, szóval örülni fog, amikor megtudja, hogy feltápoltam a védelmi mágiámat Hackettel. Igen, hallottam is. Folytatnod kell a munkát vele, és a többi professzorral is, hogy fejleszd a képességeidet. Okay, többé nem akarom elhúzni ezt a könyvtáros kirándulást, akkor mehetünk, kérdezi az öreg. Füge, van egy kis melóm magának. Mi? De hát figyeljen, már menetrenden meg tanulóval vagyok. Oké, mind a kettő várhat. Oké, szóval hogy azok után a sok probléma után, amit Osrickkal okoztál nekem, szerintem le akarod dolgozni nekem ezeket a problémákat, vagy hogy mondjam, a kedvemben akarsz járni. Mi ez a make amends? Vezekelni akarsz érte, vagy valami ilyesmi? Na, sajna várnia kell a utazásunknak, a kalandunknak. Nincs választásunk. Nem menne szabad az igazgatót itt provokálni. Majd kapcsolatba lépek veled, amint befejeztem. Hát azt hittem, hogy egyből mehetünk, de gyanús ez az igazgató. Nagyon gyanús. Egy kicsit olyan, mint hogyha kiszagolta volna, hogy mi most készülünk valamire, és szándékkal
állt volna így bele a képbe, ugye? Tehát egy kicsit olyan, mint hogyha ez a figura, az igazgató olyan nagyon karót nyelt, olyan nagyon gyanús figura lenne. Nem kifejezetten egy Dumbledore, ugye, mint a kötetekben ismert igazgató 100 évvel később, hanem olyan figurának tűnik, akit te nem szeretnél, hogy igazgató legyen, aki nem a kedvenc varázs történetednek a helyszínének a középpontjában álló főember. Úgyhogy én azt is érzem vele kapcsolatosan, persze még nem tudni róla semmit, hogy lehetséges, hogy egy negatív karakterrel van dolgunk, és lehetséges, hogy meg lesz majd a kis sztori vele kapcsolatosan. Valaki itt főzi az üstből a cuccot? Hihetetlen halt, hogy a gyerekek, mivel hogy ilyen common roomban, meg tehát ilyen közös terekben, közösségi terekben nem az oda bejárnak a tanárok, figyelnek, mit tudom én. Tehát nem használják ezeket a közösségi tereket arra, amiket szeretnének. És úgy látom, hogy legtöbb esetben, ez egy Scarabeus, érdekes. Legtöbb esetben a WC-kben kell füvet termeszteniük, mindenféle kotyvalékot kifőzni. Hát remélem egyébként, hogy krokodilt azért nem. Hát, hogy krokodillal nem élnek. Ismeritek azt a narkót? Tehát nagyon gusztustalan. Képzeljétek el, hogy ilyen permetezőszer, a ruszkik fogyasztják. Permetszereket, meg minden szart belenyomnak a bódultság érdekében, és lemarja a csontodról a húst. Vágod? Képzeld ezt el? Növényvédőszerek, minden gusztustalanság. Nem főiskola, hanem bentlakásos iskola. Rosszat mondtam valahol? Krokodilnak hívják, igen. Hát mert úgy marja le a húst a csontodról. Na szóval a gyerekek, remélem, hogy itt nem ilyeneket főzögetnek, mert a Roxfortnak nagyon rossz híre menne a nagyvilágban. Itt azért a varázsló tanoncok ugye mégiscsak presztízs dolog ide járni, és ez rögtön elrontaná. Azért a WC-ben mókáznak? Ja, mert hogy szigor van. Ja, értem. Ez lehetséges. Na, jó, innen fogjuk folytatni a mókát és a kacagást, csak beszélünk Sebastiannal, akiről azt se tudjuk, hogy kicsoda, de megvetően bámulunk rá. Sebastian, hát itt is vagy. Igen, reménykedtem el, hogy megtaláljuk egymást. Nem voltam a trolltámadás után a kocsmában, láttam, hogy mit csinált a Rookwood, meg ilyenek. Nem sok tanuló kelti fel Victor Rookwoodnak a figyelmét. Miről szólt ez az egész? Hát, nem vagyok teljesen biztos benne. Soha nem is találkoztam a fickóval. Biztos, hogy összekevert valaki mással. Hát a te mondod, mondja Sebastian. Nem fogom ezt így pusolni nálad, majd elmondod valamikor, hogyha szükséged lesz rám, hogy mi van. Mit is keresnél? Fig számára meg kell találnom valamit, de a library-nek, a könyvtárnak a lezárt részében van. Mi nem tudja magának előtt szedni? Hát az mondja, az igazgató félrehívta, úgyhogy gondoltam. Elé vágunk a sztorinak. Azt mondtad, hogy elég okosnak lenni, ugye? Hogy ne kapcsoljanak el. Vagy ne kapcsoljanak le. Jó, találkozzunk ketten ott majd a library külsőn, és nem mond, ne szólj senkinek. Kösz, Sebastian, akkor meg később találkozunk. Hermione mellékhelyiségben főzte a filmben a 100 fülé főzetet. De most az... És akkor hogyan pisilnek, meg kakálnak? Kezdek éhes lenni, úgyhogy akkor innen fogunk tovább menni. Milyen menő ez a kép ott szemben a sárkánnyal? Nem tetszik. Breaking Bad megy a Roxfordban. Hát kb. Igen. Egyszer olvastam a Krokodil Drogról, annyi elég is volt. Az a baj, hogy még képeket is láttam róla. Igazán szörnyű. Igazán szörnyű. Na, skacok! Tehát innen folytatjuk a következő részben. Én azt mondom, hogy ma este nekiugrunk, mert én kíváncsi vagyok, hogy hová megy ennek a játéknak a története, és nekem bizony nagyon tetszik. Úgyhogy nem menjetek nagyon messzire, egy 10 perc szünetet fogunk tartani, és innen megyünk tovább hamarosan. Szia Batidor, szia mindenkinek közben, aki érkezett. Mindjárt megyünk tovább.